Jézus Atya, Úristen! Várjatok! Ó, oda nézz, a Noob Streamer. Hát én véletlenül elindítottam. Nehogy is! Dehogy is! Még be akartam állítani valamit a rohadt életbe. Hello! Ezt már úgy vártam, én már úgy vártam, hogy legyen egy ilyen. Hát másoknál is láttam már ilyen bugokat, vagy bugokat, ilyen bakikat. Végre! Hát akkor sziasztok! Árjatok, most megy a timer. Szóval most megy az a visszaszámláló. Most a nézők azok gyülekeznek, és addig itt beállítunk pár dolgot. Lecsekkoljuk, hogy le van-e nullázva a counter. Azt hiszem, le van nullázva. Jaj, hát ez ilyen. Reméljük, ettől függetlenül ez egy minőségi stream lesz, mint a többi. Uramisten, igen. Na, hát várjatok, visszamegyünk chatre. Hát sziasztok, hello! Egy pillanat, kicsit bele kell rázódnom, szóval még nem akartam elkezdeni. Még két percünk van addig, úgyhogy valamivel töltsük ki az időt. Viszok egy kis kávét. Na jó, van, akkor addig dumálunk. Szép kúpokat mindenkinek. Ja, szétkúpolsz mindenkit. Ja, én meg azt hittem, hogy milyen szép kúpokban gazdag napot szerettél volna kívánni nekünk. Nem baj, így is köszi. Na, ez a mai nap, ez egy különleges stream. Ez egy nagyon különleges stream. Két okból. Egyrészt, hogy közösen fogunk folgászozni veletek. Másrészt, hogy Márk is velünk jön. És ő ma délelőtt vette meg a játékot. Szegény még ki se tudta próbálni. Én egy 5 percre beszéltem vele Discordon, és éppen a kontrollerét próbálta beállítani, de az sem működött, úgyhogy ez egy izgalmas stream lesz. Ja. Szegény most fogja megtapasztalni először, hogy mekkora gyötrelem ez a játék. A hársfa aromája kísérjen utadon. Ez egy nagyon-nagyon szép jó kívánság. Köszönöm szépen, Bella. A hársfa ereje velem van. Kicsit... Ó, igen. Ó, igen. Amikor már a vax is illatozik a hársfán, az egy zseniális kombináció. Na, ha már hársfa, akkor annyi, hogy valószínűleg holnap lesz egy olyan stream, ha belefér a napomba, amikor a különböző faragmányaimat kifestjük, meg bekenjük ezzel a Shellac nevű cuccal, hogy végre legyenek kész faragmányaim, mert egyelőre semmi nincs ugye befejezve. Úgyhogy mindent kifestünk, meg kilakkozunk, és fullos lesz. Hello Puffin, szia Justin, szétunom a fejem, mert nem tudom, hogy mit csinálják a német kompetencia után, ezért eljöttem téged nézni. Hát abban biztos lehet, hogy ez nem lesz egy unalmas stream. Hát végülis legalábbis nekem nem, aztán majd meglátjuk, hogy ti hogy fogjátok értékelni, de jó lesz. Na egyébként azt beszéltem meg Márkkal, hogy ő majd 14:10-kor fog ide a Discordra beérkezni, és akkor belecsapunk az egészbe. De addig tudjátok, mit csinálok? Még van egy csomó időm. Úgyhogy addig egy bemelegítést azt toljunk már egy bemelegítést, ha már így alakult. Egy még belefér szerintem, még mielőtt Márk megérkezik. Dum drum drum, indulnak az űrletes Fall Guys zenék. AJSK kérdés, mit szólnál hozzá, ha most Márk beszerezne egy koronát egyből előtted? Nézd! Erre majd térjünk vissza akkor, hogyha ez bekövetkezik. Ne legyen ilyen, kérlek. Kérlek, kérem a babisteneket. Én ilyet nem szeretnék megélni. Már annyiszor voltam ugye az összeomlás közelében. Már annyi mindent el kellett viselnem. Már annyi érzelmet kellett itt visszafojtanom előttetek, hogy úgy érzem, hogy közeledünk a pohár tetejéig. Csordultig lesz, és nem fogom bírni. És ezt csak ki fogok fakadni. És ez nagyon csúnya lesz. Csúnya látvány lesz. Figyeljetek, ez most egy őrület, de menjünk már most. Már nyomom is a szavazást, az elsőt. Bejutok a döntőbe? Menjen. Villám gyorsan le kell nyomni, mert... Nem szabad, hogy Márk előbb szerezzen koronát, mint én. Szia, Ani, ugye, Ani? Az Anett az megvan, de Annit írtál, ugye, mint becenév. Úgy teszeljük a memóriámat.
Szia amúgy. Szia Máté! Kázor kérdezi, konzolról is lehet-e jönni? Nem tudom, ezt ki fogjuk próbálni. Nem tudom, hogy van-e cross platform ebben a cuccban. Volt-e fogszabály zone? Nekem hál' Istennek nem. Bár egyébként az alsó fogsorommal lehetne valamit csinálni, de... Nem tervezek egyelőre fogszabályzást. Főleg, hogy ugye Norbinak már nem is tudom, másfél-két éve van fogszabályzója, és végig kísértem, hogy mind kell keresztül mennie. Azért nem kellemes. Hello Ramses, hello hello. Még most nem lehet jönni. Ez még az én bemelegítő köröm. De majd körülbelül egy 7 perc múlva megküldjük. Szia Intimi! Add el a fogsorod az eBay-en. Majd az unokáim majd remélem eladják. Fölajánlom nekik. Hello Tony Stark! Hello Melo. Kár mindenkinek mondom, nagyon sajnálhatjátok, hogy lemaradtatok a stream elejéről. Véletlenül előbb indítottam el. Úristen, fú. Őrület volt. De megbeszéltük a nézőkkel, akik látták, hogy nem fogják elárulni soha. Nagyon kínos volt, de ez köztünk marad. Köztem és az a pár tucat ember között, aki itt volt. Remélem nem csalódott bennem senki, aki látta, amiről nem beszélünk. Szégyen volt, Deadly Cross, szégyen volt, igen, de köztünk marad, úgyhogy. Na, tehát akkor kezdődik a bemelegítés. Hát ami az volt, hogy ment a, ugye van ez a mindjárt kezdődik felirat a stream elején, és ilyenkor még van, hogy átállítok egy-két dolgot, vagy leellenőrzök, hogy minden rendben van-e. Hát véletlenül átállítottam, hát erre a, hát ugye a webkamerát bekapcsoltam, és hát Jézusom. Valahogy ilyen az egérsebesség megint nem jó. Mindig mint a nulláról kezdeném ezt a játékot. Ugye azt mondják, hogy biciklizni nem lehet elfelejteni. Polgázódni szerintem el lehet. És úgy látom, hogy nekem elég egy nap is. Hűha, ez most kétszer fog masszírozni. Hello, hello. Nézzenek oda! Oh! Ne! Most egyébként... Ugye felmerült, hogy mit fogok tenni akkor, hogyha Mark előbb szerez koronát, mint én. Aki ugye most délelőtt töltötte le a játékot. És... Muszáj egyszerűen gyakorolnom, nem szabad hagyni. Ezt nem bírnám elviselni. Ne! Jó. Ez foglalt, ez jó lehet. Mi? Hátrafele lök? Hát ez kérem szépen, ez mi? Na jó van, megvan. Nem, az a baj, Ani, hogy azt nem mondom el, hogy mi történt. Ha azt gondolod, hogy ezt csinálom stream előtt, akkor legyen úgy. Ja, egyébként még akartam mondani, hogy Discordon... Hát át tudok lépni Discordon másik szerverre, miközben vagyok? Aha. Küldtetek nekem egy Twitch streamer lányt, aki Fall Guys streamel, csak meg akarom keresni a nevét. Parmajana, így kell kiejteni. És a lánynak már több mint 1000 koronája van. A rohadt életbe. Napi ilyen 5-8 órás streameket tol. Hát én 1000 korona lemaradásban vagyok hozzá képest. Nem hacker. Csubi, az van, hogy nem hacker. Szóval nagyon ügyes. Sose gondoltam, hogy... Várjatok, hogy van? Most nem mondhatom ki ezt a szót, ugye. A bimp. Nem gondoltam, hogy belülöm is egy bimp válik, de úgy érzem, hogy ennek a lánynak én a bimpje lettem. Hát hogy lehet 1000 korona? Azt mondta Mark, hogy jó vagyok a játékban. Nem tudom, Mark kivel kever össze. Na hajrá. Na eliminálódjon az a 16 lény. Őrületes laggok vannak. Csak a szokásos, a fejlesztők újra ki akarnak csinálni. De mindegy, szóval belenéztem annak a lánynak a streamjébe, és
elszégyeltem magam. Úgyhogy ki kell elemeznem a játékmódját, de már pár perc alatt megállapítottam, hogy én sokszor feleslegesen ugrok. Ő sokkal... Úristen, hát nem jön a platform. Szóval ő sokkal higgadtabban játszik. Túlmozgásos problémáim vannak. Azt vettem észre. Hozzá képes legalábbis. Most azt mondtátok, hogy a lila az lassabban mozog, de most mostanában nem. Változtattak a játékon. A sárga az egész nyugis. Na még egy porítás és megyünk tovább. Köszönöm, kedves rózsaszín, párizsi színű húspempő barátom. Na, ez sem már ki az egyetlen egy bab. Haladnunk kell. Jó, hát akkor ráfogdosok addig a lóra. És ott is a kvalifikáció. Hát figyelj, Bum-Bum bácsi, az a helyzet, hogy én egy veterán vagyok. De az a veterán, aki csak lehúzza a csapatot, igazából már régen ki akartak dobni innen. Engem még megtűrnek, de semmiképp sem szeretnek, és semmiképp sem viszem előre a csapatot. Mennyibe kerül a Fall Guys? Azt hiszem 20 euró plusz az életed, plusz az önbizalmad. Ezt a pályát még nem játszottam. Ez teljesen új. Várjátok, ez olyan, mint amikor a katonai kiképzésen, amin részt vettem, pont hasonló akadályokon kellett. Csak okosan, csak ügyesen, csak kövessük a sok idiótát. Megfogtam a seggét. Remélem nem vette rossz néven. De hát vagyunk már olyan viszonyban. Ott is van. És azt várják odafönn a srácok. Aha. Hogy valaki közelebb lökje az ő kockájukat. És nézzenek oda! Hű alattvalóim! Ne! Fené égye meg, a segélyre nyúltam a fal helyett. Remélem a bíróságon megértik majd, mikor ezzel... Hát ez hihetetlen! Megérkeztem, ciao Vidman! Szervusz, szervusz, sziasztok, hello, sziasztok! Óriási harcokba vagyok, de mindjárt abba hagy... Hát ez hihetetlen. Nyugodtan. Csak egy bemelegítő kört muszáj volt elindítanom, mert itt a nézők felvetették, hogy hogy fogom elviselni, hogyha te előbb szerzel koronát ebben a játékban, mint én, és hát... nem szeretnék ennyi ember előtt zokogni már megint. Őszinte leszek, nálunk is téma volt ez itt a streamen, hogy én vagyok azt hiszem a kiválasztott bab, akinek le kell győznie téged és először megszerezni a koronát. Uh-huh. Úgyhogy... Jó lesz. Várom. Jó lesz. Érzem. Várom. Egyébként most fogok mindjárt kiesni, úgyhogy szerintem egy olyan egy perc türelmet kérek tőletek. Nyugodtan, és addig pedig megnézem, hogy a squad módot hogy kéne összerakni. Azt össze lehet így menet közben? Tuti. Uramisten, benn vagyok. Na várj, egyébként rámegyek addig, most értem be, akkor rámegyek én is a squad beállításokra. Start squad stream. Invite. Többen kérdezték chaten. Aki nem tudná a squad stream, hogy mi az, egyszerre tudjátok mindkettő streamet nézni, és akkor látjátok azt is, hogy Tomi hogy áll meg, én elküldtem az invite-ot. Igen, látom is. Elfogadtam. Jó, és akkor mondja elvileg... Remélhetőleg el tudom... El tudom indítani? Jó. Biztos, hogy elfogadtad? Biztos, hogy elfogadtam szerintem. Várjál, nem biztos. Most jó, most tudom elindítani. Nem, most elvileg. Jó, elindítottam elvileg. Na, el van indítva, úgyhogy azoknak mondom, akik nem tudják, ott lent, most frissítsétek az oldalt, és ott lent van egy squad stream gomb, azt hiszem az a neve. És akkor látjátok mindkét képernyőt, és elképesztő élményekben lesz részetek. Igen. Közben egyébként már múltkori stream után, amit közösen toltunk, ugye így wreckfesteztünk Norbival meg veled, akkor ugye fölmerült ez a probléma, hogy hogyan reagálunk a különböző eseményekre, csírekre, mi legyen erre a megoldás. Akár a nézők is, ha tudnak javaslatot. Hogy szokták ezt a nagy streamerek?
Szerintem a nagy streamerek azok lenémítgatják magukat, de én nem tudom ezt, nem tudok ennyire multitaskolni, nem tudom megígérni, hogy sikerülni fog. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy nyugodtan mondd be te is, és én is néha be fogom mondani. Jó. Szerintem nem fog annyira sok jönni, bár nem tudom a te csatornádnál mi a helyzet, de szerintem nem lesz zavaró. Jó, rendben. Akkor csak annyit mondok most, hogy köszönöm Aninak a 45 bitet. Köszi. Majd válaszolok később. Igen, még belerázunk. Egyébként top, és bocsánat közben, de bejutottam aztán a döntőbe, itt közben. 9-en vagyunk. Úgyhogy mindjárt vége. Na, most megszerzed az első koronát, én megőrülök. Hát én akkor lehet, hogy legyom a streamet. Csúcsak és egy kell őrületes buliba kezdek itt egymagam. Na, én is elindítom közben a játékot, és itt még a hangerőket beállítgatom, meg megnézem, hogy kell egyáltalán irányítani. Jó, nézd meg addig. Indíts el egy tesztjátékot, én addig nyerek egy koronát. Ez hihetetlen. Persze nagy a szám egyébként. Képzeld, Márk, neked is mondom, hogy a kedves nézők a Discord szerverre küldtek nekem egy streamer lányt, aki Fall Guys-t játszik állandóan, és 1000 korona fölött jár. 1000 win fölött jár, csak hogy ne legyen félreértető. Úgyhogy mondtam is a nézőknek, hogy sose gondoltam, hogy én egy, hát ugye, tehát bimp, nem leszek bimp, de az lettem. Szóval a lánynak a bimpje lettem. Mi az a bimp? Hát tudod, nem mondhatjuk ki a tiltott szó lett Twitch-en. Bocsánat, azt hittem, hogy ez valami bab imp, vagy ilyesmi, mert hogy a... Nem. Na mindegy, tiltott szó. De értem. Szóval a bimpje lettél egy... Hát elbimpelt. Ezer korona fölött. Szerintem nincs annál elbűvölőbb dolog, amikor Fall Guys van, 1000 koronát megszerez egy lány, úgyhogy teljesen megértem. Tehát egészen hihetetlen. Egyébként én ki is estem, de legalább nem voltam a döntőben, úgyhogy akik bíztak bennem, szép. Azok most megszedték magukat egy kicsit, a csatornapontok. Igen, nálunk is lesznek itt fogadások, hogy melyikünk fog előrébb végezni, úgyhogy már a chat ki van éhezve egy kis szerencsejátékra. Ó, tényleg, ez jó, akkor most én is ilyet fogok indítani, hogy ki fog előrébb végezni, várjál. Igen, de ezt mondom a te nézőidnek is, meg az itteni nézőknek is, hogy sokkal-sokkal tapasztaltabb Tomi. Szóval, hogy úgy fogadjatok rám, hogyha rám szeretnétek, hogy nagyon-nagyon sokkal kevesebbet játszottam ezzel. Nem, én összesen szerintem egy ilyen 30 percet. Várjátok, hogy tudjam én ezt elmagyarázni? Szóval van egy apuka, akinek lesz egy kisfia, és az apuka mindig is az volt a vágya, hogy a kisfiából híres focista legyen. Úgyhogy amint abban a korban lép, el is viszi egy edzőhöz, fölmérik a teljesítményét, és az edző mondja, hogy se fizikailag, se semmilyen téren nem alkalmas erre a sportra, és az apuka az nem bírja ezt elfogadni, és szegény gyereket akkor is olyan focira járatja, még ha szarbú játszik is. De most én vagyok ez a gyerek, szóval lehet, hogy nagy a tapasztalatom a játékban, de a teljesítményem az iszonyat szar, úgyhogy nem kell aggódni. Na, kíváncsi leszek. Én csak még lehetséges a pont kutya vagyok, hogy erre születtem gyakorlatilag, hogy Fall Guys bajnok legyek, csak még nem ismertem fel ezt a tudásomat. Ja, csak annyi van, hogy engem nem az apukám erőszakolt ide, hanem valami felsőbb hatalmak mondták, hogy nekem ezt kell játszanom, és nem, egyszerűen nem bírom. Na, közben Márk, úgy van, én hogy... Itt vagyok a menüben, és be tudsz lépni. Fogalmas, mit kell nyomni. Ja, várj, akkor ott a jobb oldalt, a main show fölött, a startnál van elvileg ilyen costume valami show gomb. Select. Show az, select. Igen, és ott igen. Választ ki, hogy... valami join, vagy valami custom, nem, fölül van azt hiszem egy gomb, hogy custom. Igen, custom show, join, igen, itt vagyok. És akkor oda egy kódot kér, ha minden igaz, ugye? Pontosan. Mondom, U, P, igen? 0, igen? H, igen? 8. Jó, és ez fontos, hogy ide a nézők is tudnak csatlakozni? Bárki, és már 26-an is vagyunk, sőt 27-en. Hú, hát akkor gyertek gyorsan, itt a kód, látjátok? O, P, 0, H, 8. Igen. Jó, megvárjuk. Azt hiszem, igen? Hogy nincsen nevem? Mert hogy most ilyen furcsa random nevet generált nekem ez a játék. Ez nagyon új dolog. Most én is a nézőköz fordulok, mert szerintem ez mindig is így volt, de hogy tudtok erre valami megoldást esetleg? Vagy itt nem lehet, itt muszáj, tehát ilyen lehet. Nem lehet nem elrejteni az igazi neveket, ez hogy van? Azt írja valaki, mert Máté, azt írja, hogy csak PS4-en van saját név.
Ó, hát ez nagyon-nagyon furcsa. Igen, furcsa, viszont Mark, majd ránézek a streamre, hogy a karaktered megismerjem. Na, nekem a legeslegalapabb ilyen rózsaszín karakterem van. Semmi színe, semmi minta, semmit nem állítottál rajta. Mivel lehet, hogy egy férfiasabb szint állíthattam volna, na mindegy most már. Nem baj. Na várjál, közben akkor én is indítok egyet, várjál, ki fog előrébb végezni? Írják itt a cseten Connor is, meg Strip is, hogy annyira csúnya neveket adtak az emberek, hogy emiatt be kellett tiltani az egyedi neveket, és emiatt így generálva van. De most ez engem nem lep meg. Én ezt már összeraktam így a 25 játék órám alatt, hogy undorít ennek a játéknak a közössége. Főleg amióta én is tagja vagyok. Itt mindenki tönkre akarja tenni a másikat. Ha gusztustalan neveket választottak, hát na. Kíváncsi leszek, és amire még kíváncsi vagyok, hogy kell irányítani ezt a játékot? Valami tippeket tudsz adni? Szóval a nyilakkal, vagy VASD, vagy hogy van ez? A dupla VASD, meg az egér, igazából ennyi. Azt hiszem a billentyűzeten dupla VASD-n kívül nem nyomok mást, mert az egér gombokkal ugrok, illetve nyúlok rá mindenre. Jó, na kíváncsi leszek. Na ezt muszáj bemondom, Kálmán a 6. hónapban. Hello, Kálmán. 6 hónap, az már kemény, ez már komoly. Na és Márk, akkor tényleg fölkészültél a játékra? Úgy, ahogy megbeszéltünk? Én fel vagyok készülve természetesen, mivel dopingszerek vannak bennem, meg minden, hogy a reflexeim jobbak legyenek. Viszont egy kicsit demotivál, bevallom, hogy itt a Pamkutya csatornán lévő fogadásban az emberek 83%-a rád fogadott. Úgy látszik, nem hallották, amit mondtam. Tessék? Ugye ezek nem hallották az előző kis monológom. Srácok, ne tévessze meg senkit, hogy a játékórák száma nálam jóval magasabb, mint Márknál. Szerintem figyeld meg, de jó, tudod mit? Most ne érezd magad rosszul, nézzük meg a következő. Az első játék után nézzük meg, hogy fogják megítélni a kedves nézők itt a dolgokat, az esélyeket. Na Márk, még amíg gyűlnek a nézők, akkor ugye mondtam, hogy a Fall Guys az, hát ez nem egy egyszerű játék, úgyhogy indul, ez egy ilyen spirituális utazás minden egyes alkalom, amikor ezzel játszol. Úgyhogy kérlek szépen, hogy vedd a kezedbe a gyertyát. Milyen gyertyára gondolsz? Hát a gyertyát, Márk. Ja, ezt elfelejtettem elhozni a gyertyát. Ne szórakozz, hogy nem mondod, hogy nincs gyertya, gyertya nélkül kifolgászozik. Jézusom, na jó, hát akkor helyetted is nyújtok egy gyertyát. Fölajánlom. Én bevallom, elég sokat néztem a Fall Guys streamjeidből, viszont ez a gyertyás dolog, ez kimaradt. Jó, de akkor mangós illatpálcikák azért csak vannak ott karnyújtásnyira tőled. Sajnos azt is otthon hagytam, jó, pont ma. Kérlek, jó, akkor nyugtasd meg, hogy legalább egy rohadt zsályás füstölőpálca ott van nálad. Uramisten, hogy nézhet ki az asztalod? Ezt szívesen megnézném, bevallom. Már megbeszéltem, reggel rám írtál, hogy folgászhozni fogunk. Én mondtam, hogy készülj föl. Sajnálom. Hát elragudj. Első forduló előtt csalódást okoznak. Több száz ember előtt itt kiderül, hogy ilyen felkészületlenül elsportolunk. Jó. Hát ne is. Jó. Nem baj, legalább akkor a kedves nézőket kérjük, hogy gyújtsanak gyertyát. Az itteni chat is szétszed, nincs semmi, sőt, Pamkutya fannak hívják a cseten, aki azt írja, hogy Márk, semmid nincs, és csalódott. Na várjátok, amíg jönnek az emberek, addig megoldjuk ezt, egy fél pillanat türelmet kérek. Jézusom, most nem tudom, mi történik ott, nem ismerek megnézni, most, aki squad streamben nézi, most tudja, hogy miket csinálhatott Tomi. 6-szoros szorzó van a nevemben, igen, itt írjátok. Rizikós, az első kör rizikós, de ne felejtjétek, lehet, hogy én erre születtem. És Fall Guys e-sportoló leszek heteken belül. Na, itt vagyok közben, köszönöm a türelmet, és még egyébként vannak helyek, szóval még van 12 hely, de hogyha nem lesz tele lassan a dobja, akkor szerintem induljunk. Na, már én azt mondom, hogy induljunk, mert annyira nincs tapasztalatom ebben a játékban, hogy egy kört azért szívesen tolnék. Jó, Márk, akkor gyújtok neked is egy gyertyát, érted? Egy vöröset, ez a szeretet lángja. A szeretet láng, ez nagyon jól esik. Úgyhogy ez érted fog itt pislákolni a te lelki békédért. Nagyon köszönöm. Most, hogy mindennel elkészültünk.
Csapassuk, Tomi, én azt mondom, mert izgulok, hogy működnek-e egyáltalán a billentyűzete, működik-e ebben a játékban. Tényleg egy métert nem mentem ezen a számítógépen. Jó, aztán nyomhatjuk már is, csak kézzed Nessai feliratkozott, és azt írja, amit egy harmadik hónapban lépett, azt írja, hogy a szeretett lángja megindított egy feliratkozásra. Ez nagyon nagy, annyira örülök, hogy átmegy. Nem jöhetett annyi gyertyát. Szóval a képernyőn árad a szeretet. Múltkor láttam Tomit, az IKEA-ból jött ki, és egy 40 ezres csomag gyertyát tolt maga előtt. Nem értettem, hogy miért, de most már látom. A szabokat hozza a gyertya. Másoknak egyértelmű volt, a kasszánál is kérdezték, így rám nézett a nő, és így... Fall guys? Én megmondom, hát... Azaz. Hát az ilyen. Ez a Twitch élet, az ilyen. Na, Skyline Stumble, aha. Szóval itt végig kell menni. Ezt a pályát nem ismerem. De lehet, hogy voltam már ezen. Hogy lettél? Várj, ja, mert hogy te játszottál valami konzolon, vagy hogy volt? Én már játszottam párszor egy barátomnál, de tényleg összesen 30 percet nem játszottam. Aha. És azt szerintem egy ilyen 25 percen van benne, és pár pálya volt. Igen, és most végül akkor kontrollerrel vagy akkor ja nem billentyűzettel egérrel, ugye? Most billentyűzettel, igen. Viszont ezen a pályán voltam, emlékszem. Úgyhogy kíváncsi leszek, és akkor most mindenki itt a nézők közül van, ugye? Igen, de jó, és jó, hogy mondod, mert akkor nem szabad... Hát én néha lehet, hogy néha kikelek magamból is a játékos társaimat. Hát mindenféle jelzőkkel illetem meg. De most, hogy itt még mellettem a szeretett lángja... Na jó van, ez nehezebb, mint hittem. Mi ez? Jaj. Aha! Én a space-szel ugrom. Ja, bocsánat, igazad van, hülyeséget mondtam neked, tényleg, csak már igen, a megszokásból föl se tűnt, de valóban. Nem hiszem el. Akkor a vetődés a jobb egérbillentyű, akkor a vetődés? Igen, akkor az. Igen, az megy, viszont nem tudok az első lépcsőn felugrani. Hosszan nyomd a space-t. Igen, tudom, ez ilyen antigravitációs cucc. Remélem, hogy más is hibázott rengeteget. Ott is van. Igen, itt végig. Ezt leszedett egy csillag, mi ez? Szerencse csillagod. Azt nem szabad, remélem nem hagytad leesni, mert hogyha rányúlsz, akkor teljesíti egy kívánságod. Istenem, itt az a baj, nem ismerem még a Fall Guys humort. Nem tudom, mikor mondod komolyan és mikor nem. Jó. Most a Mark lemaradt, úgyhogy szerintem az a fair, hogyha én most a profik útvonalát választom. És bevárjuk. Jó. Nem, tarok bele, nem érdekel, nem akarok, benne akarok maradni. Hogy kell itt átmenni? Be kell jutnom. Jaj, de fogynak a helyek. Nagyon kevés. Egyből fogok esni. Nagyon kellemetlen. Már csak 5 hely van. Semmi esélyem nincs. És vége. Kiestem. Tomi, te bejutottál? Persze. Ilyesmi, te is? Nem, bejutottam. Hát, hogy mondjam, a noobok útvonalát kellett választanom. Hát, kicsit gusztustalan lehet. És közben, bocsánat, Koponyakalóz 50 bitet, köszönöm, Tony Stark az 50 bitet, és Kovi 87 a 100 bitet, te jó ég. Trocsming a feliratkozást. Ja nem, ajándék szabott, köszi. Na hát először is bocsánatot kell kérnem mindenkitől, aki rám fogadott. Egyébként ott nálatok is volt fogadás? Ott mennyien bíztak bennem, arra kíváncsi vagyok. Szám szerint 53 ember nyomott rád, rám pedig 130. Az egész jó. A te csatornádon többen bíztak bennem. Hát persze, mert ők látták, ők sokszor itt voltak ezeken a streameken, és tudják, hogy jaj, hogy mire számíthatnak. Na de azt hiszem, te vagy a Sunny Vibrant Burger? Én nem tudom, én egy galamb vagyok, egy fehér galamb, akinek a segge egy koalái, vagy nem, milyen, már nem emlékszem mi ez. Aha, megkereslek, és akkor, aha, itt van. Most egy lila platform, megfogdos egy gusztustalan zöld ruhás. Na meg, akkor most nézzük, úgyhogy én itt akkor kommentálom, most már neked szurkolok, Tomi, eddig nem neked szurkoltam, az levalhatom. De most már azt mondom, hogy nyerd meg. Nagyon rosszul állsz, azt látom. Ó, akkor igen, az én vagyok már. Ja. Szóval mindig jó, örülök, hogy akkor... Most biztos, hogy jó. Ha.
Igen, igen. Ez kellemetlen. Na, úgyhogy még visszautalva bocsánatot kérek mindenkitől, aki rám fogadott, és ilyen csúfosan elhaltam. A következő körben szerintem jobb leszek, csak még furcsa volt az irányítás. Szokni kell, szokni kell. És ezek nem kikások természetesen. Használd ki, hogy neked még hisznek a nézők. Nekem már, én már nem tudok mit kitalálni, hogy, hogy nem tudom mire fogni. Jó, hát ha már van 3000 órád a játékban, akkor már nehéz. Nekem egy 0 perces játék volt, amikor ezt már elindítottam. Ott is lesz, meg lesz. Meg lesz, mindenki rám fog. A kedves, kedves játékos társak, akiket nagyon szeretek. És örülök, hogy együtt játszhatunk a virtuális világban. Na de szép, szép. Na, általában meddig jutsz el? Sajnos... Mi az átlagos helyezésed? Csak hogy tudjam, hogy mikor bravúrozol és mikor nem. Mert a helyezésem? Vagy úgy van, hogy, valami 4-5 körben... Vagy 4-5 kör az egész játék? Vagy hogy van? 4-5 pálya? Na mindegy... Amikor én belenézek a streamekbe, mindig éppen meghalsz. Én csak ennyit vettem észre. Kommentáljon? Hát akkor láttad, akkor miért kérdezed? Kíváncsi voltam, hogy az a ritkaság, csak pont akkor csatlakozom-e, vagy hogy ez általános, de akkor ezek szerint tudom a választ. Na jó, azért nem ostorozom annyira magamat, az a helyzet, hogy hullámzó a teljesítményem. Én azt tudom mondani, nézők erre ne reagáljatok kérlek, de én azt tudom mondani, hogy néha egész jól tud menni. Nem tudom, attól függ, hogy kelek reggel. Meg ugye hát babistenek, ugye, hogy milyen sorsot szántak nekem aznapra. Babistenek, bizony. Nagyon fontosak. Meg hát, hogy mennyi mangót szívok. Ez a mangó már nem olyan friss. Lehet, hogy ez a baj. Ja, Istenem. Jó, közben jó. Nem akartam kérdezni, de azt hiszem, szóval, hogy a hangerők rendben vannak, ugye? Itt a chattől kérdezem. Azt a játékot is halljátok, Tomit is, engem is. Óriási probléma van. Na már, megkeresek gyorsan a galambfejét. Szerintem most fogok kiesni. Mindenki rám fog. Itt van, most Tomit látjuk. Keményem. Kör közepén állok. Körbe vesznek, bab barátok. És hát, hogy meg lehet fogni a másikat, és ez miért jó? Hát azért jó, mert akkor megölnek. Igen. Ja, értem. De az amúgy tényleg a játékban néha meg kell fogni a másikat, vagy szivatni lehet? Van vagy olyan, igen. Narancs, dinnye, cseresznye. Jó, köszönöm a chatnek, hogy megnyugtattak, hogy jó a hang. Nálam akkor, is jó akkor a hang? Szurkoljunk. Majd nálam nem jó a hang, de az ottani nézők már megszokták. Hát itt igen. Nem lehet, beletörődtek. Tehát narancs, légy szíves, narancs, cseresznye szőlő. Narancs, alma, cseresznye szőlő. Csinálj! Narancs, alma, cseresznye szőlő, ott van a végén! Ott van? Fogom Sonicot, az űr Sonicot. Ez egy ilyen memória játék. Látom, most már értettem. És akkor bent maradtál most is? Lehet, hogy most életed első koronáját egy ilyen squad streamen fogod megszerezni? Az a baj, hogy az nem ér. Mármint, hogy ja. Nem azt mondom, hogy nincs dicsőség faktora, van, de nekem a többiekkel, a vadidegen emberek között kell győzedelmeskednem majd. Szóval, hogyha most itt esetleg összeérne egy korona, amit kétlek, akkor büszke leszek magamra, de nem annyira. Ez nem egy ilyen hivatalos e-sport mérkőzés, amit most látunk. Hát nem, ez egy ilyen barátságos. Egy jó kis barátságos meccs. Bizony. Egy ilyen, a purgatóriumba érkeztünk. Ez kemény. Na én addig igen, én tanulom itt a dolgokat. Azért nem izgulok, mert a lelkemre örök megnyugvás vár mindjárt, úgyhogy. Hála az égnek. Ez körülbelül egy hete került be ez a pálya egyébként. És feletté bundait. Na nézzük, közben itt képest is. Az kemény. Én a Fall Guys-t látom, hogy teljes szívből gyűlölöd. Kíváncsi vagyok, mert egyelőre nekem egy nagyon kedves kis aranyos játék. Édes Istenem. Ne a szemednek higgyél már! Komolyan, tehát hogy ne hagyd, hogy megvezessen. Mi? Most ez mi volt? Kérlek, komolyan! Mit?
Szóval szerint eltűnt rólad a kamera. Szebb világban vagyok. De meg lehet halni ebben a játékban? Mi történt? Igen, igen, itt emelkedik a ilyen mindenféle pempő szint emelkedés van, és hát olyan pH értéke van, amit a bab külseje már nem tud elviselni, és ilyenkor azért váltott a kamera, mert borzasztó az a haláltusa, amit ilyenkor... Ezt nem akarja mutatni. Nem mutatja. Szóval be van kapcsol, érzi, hogy streamelsz, és a streamer módban nem mutatja. Meg hát ugye volt is ebből egy botrány, hogy betiltották, eredetileg nem váltott a kamera ilyenkor, és több országban betiltották. Igen. Arról hallottam. Szóval konkrétan az első alkalom, amikor játszottam, nem akarok busztust találni, de tényleg szóval gyomorforgató volt, amit itt láttam. Én is olvastam, hogy igen, hogy a pszichológushoz elkezdett járni több tízezer gyermek, miután ezt az ilyen Mortal Kombathoz hasonló fatality-t benne hagyták a játékban. Fú, rosszabb volt, rosszabb volt? Igen, úgyhogy egyből le kellett öblítenem valami kedvesre, úgyhogy a fűrés sorozatot, minden összes részét megnéztem, és akkor hú, mondom, jól van. Jó, igen, és akkor megnyugodtál, hogy még azért vannak jó dolgok is a világban. Igen, igen, visszatért ugye igen, az életkedvem. Na hát, ezt nem fogjuk már látni, ugye ezt kivették a játékban. Az égre. Ó, most közben látom, elfelejtettem fogadást indítani, ha jól látom. Na mindegy. Nem viszont meghaltál, Tomi, úgyhogy akkor kezdjünk egy újat, vagy ilyenkor megnézzük a döntőig, vagy ti hogy szoktátok csinálni? Hát ugye még csak egyszer próbálkoztam ezzel a custom lobbyval. Szerintem akkor már nézzük végig, mert már csak egy kör van. Tehát hárman vannak, ez döntő. Lesz a nyertes. De ha mindketten nagyon korán esünk ki, akkor lehet, hogy ki kéne lépni. Jó, legyen úgy, igen. Hiszen meg Daniel egy kicsit megrémült, hogy ezek a Mortal Kombat fatality-k tényleg benne voltak a játékban, de nyugodj meg, az csak egy poén volt. Köszönöm, Koponya Kalóz 50 bitet bedobott, csak nem vettem észre. Köszi szépen, Kalóz. Aha, köszi Tomi közben. Na igen, szóval itt három ember van, és csak egy nyerhet. Egyben leestek. Na, én nézem az ananászt. Én úgy érzem, az ananászban van a... Én is az ananászt nézem, az helyzet. De lehet, hogy a sárkány, ki tudja. Nem, nézd meg a lábát. Nézd az ananász lábát. Nézd, látod? Az a technika? Szóval látod, hogy nem direkt figyeli, hogy a súlypontja jól helyezkedjen el? Hogy eloszlik? Szóval nem a... Sok folgászozó ugye az élére, a lába szélső élére támaszkodik. Ez könnyű ezt a hibát elvéteni, de ha megnézed... Tökéletes. Elképesztő. Ilyet utoljára a tokiói olimpián láttam. Ami még meg sem lehet rendezve, ennyire durva a dolog. Hát ez nagyon szép. Ez e-sport teljesítmény. Igen, és kicsit, tehát hogy mondjam, elérzékenyültem. Szóval ilyen professzionális játékosokkal játszhatunk együtt. Köszönöm, srácok, hogy itt vagy. Elképesztő. Gyönyörű, és nagyon jól áll egyébként az ananász. Nagyon jól áll. Egyedül ő van a legmagasabb lila emeleten. És hát szerintem itt még percekig el tud ugrálni, ha jól látom. Nincs senki, aki megzavarja. Le a kalappal ananász már most. Igen, de az elképesztő, hogy ilyenkor milyen óriási nyomás nehezedik rá, és ahogy látom, megküzd ezzel. Szóval kizárja a külvilágot. Szóval ez a hihetetlen ebben a játékban, hogy fizikailag látszik az izmos karjain is, hogy fölkészült, de hogy még fejben is ott tud lenni. Ez a hihetetlen ebben. Ez a hihetetlen bizony. Szóval itt egy hiba, megcsúszik ott a platformon, és vége mindennek, de nem. Elfogyasztja. Elképesztő. Szóval öröm nézni. Ez már a művészet szintjére lépett, amit ő művel. Mint egy balett előadást nézni. Ez hihetetlen. Most oda néz! Hopper a házban a helye. És a sárkány, jobb helyzetben van jelenleg. De ilyenkor... És nézzük, milyen taktikus, szóval kiválja ezeket a belső részeket. Szóval közben figyeli fönt, hogy hol melyik pozíciókban van éppen a sárkány, és az alatt dolgozik épp. Hihetetlen.
az a durva, utoljára ilyen precíz faragást Michelangelo Dávid szobrán láttam. Hihetetlen, hogy Funfall Domino is ugyanezt a precizitást hozza Fall Guysban. Lenyűgöző. Tényleg már... ennek a szemtanúi lehetünk, egyszerűen könnyezek gyakorlatilag a napszemüveg alatt. Igen? Úristen, nézd meg megint! Hihetetlen. Csak közben azt akartam mondani, hogy egyébként a neveket a tab gomb megnyomásával el tudod tüntetni, ami mikor versenyben vagy, az nagyon fontos, hogy ne lásd, mert nagyon sokat takar. Ja, én nem is látszott. Nem látszott? Alapból úgy volt ja, beállítva. Jó. Értelmetlenek a nevek. Szóval neked is olyan nevek vannak, hogy Funfall Domino, meg Diver, meg mit tudom. Igen, az ananász a Funfall Domino, igen. Igen, ez egy elég furcsa döntése volt a játék készítőjének, de hát ez ilyen. És megint fej mellett, hát ez hihetetlen. Ananász leesett, innen nem lesz könnyű kimászni. Nem gondoltam, hogy ez a döntő ilyen hosszú lesz, elképesztő. De ott úgy látom, hogy az alsó kék platformot már megrágta a szú. Úgyhogy ez a... szerintem itt a sárgán el fog dőlni. Kemény lesz. Közben sok több új néző is jött ide hozzánk Twitchre, és kérdezik, hogy ki a jobb, Vidman vagy én? De szerintem itt igen, meg is válaszolják majd többen, hogy sajnos Vidman sokkal tapasztaltabb, mint én, és jobb is egyenlőre, de úgy érzem, hogy nagyon gyorsan tudok fejlődni, úgyhogy bízzatok bennem, kérlek, Team Mark. Bízzatok Markban, már meggyújtottam a gyertyát, úgyhogy csak mondom a profiknak, hogy ne aggódjatok, itt a gyertya Marknak is, úgyhogy... Tejfej mellett sárkány és az ananász lenyűgöző. Amit itt láttunk, ott is van! Megvan az ananász! Ez egy ananász win. Ez egy ananász win, gratulálunk Funfall Domino, más néven ananász. Gratula! Szép volt. Hú, szegény már ki van, látszik. Riportolom is, mint csaló. Én már riportoltam, jól van. Jó. Tudtam én. Csapasok is, mert összesen egy percet játszottam, és úgy érzem, hogy több van bennem. Akkor Mark, akkor meg kedves nézők, akkor lehet, hogy meg kell egyeznünk olyasmiben, hogyha kiesünk mindketten, akkor kilépünk, mert úgy látszik, hogy nagyon hosszú lesz. Úgyhogy elnézést mindenkitől, ha kilépünk közbe, de... Igen, szerintem jó lesz, Mark? Fejlődnünk kell. Szerintem jó lesz, igen. Hogyha a legesleg végén már csak 3 ember van, akkor azt végignézzük, de hogyha a közepén kiesünk, akkor szerintem érthető, hogy ki kell lépnünk. Igen. Most ez a döntő is hosszú volt. Fejlődnünk kell. Na. Szóval, és 50-en vagyunk, szuper. És most nálad a te nézőid is látják ezt a kódot, ugye? Nem látják a kódot. Ó. Nem látják a kódot, azt még egyszer le tudnád írni, és akkor beírom a chatre. Igen. OP0H8. Közben Tomi, láttam, csak nem tudok reagálni, de köszi. Jó, beírom ezt a kódot ide a chatre, ezzel tudtok csatlakozni, ha bárki szeretne. Már csak 5 hely van, úgyhogy siessetek, már csak 4. Volt már nálatok olyan, hogy megtelt teljesen a szerver egyébként? Nem, csak a múlt héten egyetlen egy stream elején egyet nyomtunk tesztképpen, és akkor is ilyen 12 fővel, ha jól emlékszem. Nem. Ez most az óriási nagy teszt, úgyhogy együtt próbáljuk ki ezt az új. Ez kemény. Ez történelem. A szemünk előtt. Már hogy alakult a szavazás? Közben megteltünk. Jó, akkor indulhat a játék. A szavazás 472.000 csatornapont van fent, úgyhogy nagyok a tétek. 89% Team Vidman, 11% Team Mark. Sajnos nem volt meggyőző ezek szerint az első kör az én oldalamról. Nálad mi a helyzet? Hát ha százalékban nézzük, akkor 6% nálad és 94 nálam, de hogyha ez a csatornapontok ugye, de hogyha azt nézzük, akkor 44 fő mondta, hogy előrébb végzel, és 141 mondta azt, hogy én, úgyhogy nem annyira. Igen, de én a csatornapontokat nézem, mert lehet, hogy van egy-két ember, aki kedves és szeretne támogatni engem, de mondjuk csak 100 pontot tesz. Értem, ez igaz. Ezt hozzá kell tennem egyébként Team Marknál 9-szeres a szorzó, úgyhogy érdemes. Ide nálunk fogadni. 16. 16 szoros. Majdnem 17. Na, hát akkor indítsuk. Ja, már indul is. Tundra Run. Hú, egyébként pörög. Ugye nálunk a Team Mark meg a Team Norbi egy nagyon erős fogadási taxó. És van már külön emóta is rá. Hogyne tudnám, pörög. Nekem is van. Hát már én is egyik Forma 1-es livestreametek alatt én is használtam a... Ja, tényleg, bocsánat. Lehet, hogy a Team Norbi, de... Team Norbi emóta egy kicsit használódott.
az én szívem egy kicsit összetört. De ne aggódj, Márk, így koptatom azt, a tiéd az még bontatlan állapotban hever itt a polcon. De ugye úgy értékesebb, olyan, mint az ilyen kártyák, ilyen Pokémon kártya, úgyhogy... Ez azt jelenti, hogy jobban értékelem. Ez, hát igen. Ugye úgy szokták az ilyen bábukat is, hogy évtizedekig az eredeti csomagolásokban megtartják. Ez nagyon megtisztelő, hogy az én emultámot is így csinálom. Ezzel fejezem ki. Jajjaj. Mennyire értékelem. Hát ez elképesztő, ez a tömegnyomor. Itt érdekes, hogy most valahogy zsúfoltabbnak tűnik, mint amikor publikus szervenen játszunk. Hát mert mindenki annyira profi. Előrébb tolt a tömeg. Itt van egy olyan galab, aki pontosan úgy néz ki, mint én. Egy imposztor van közöttünk. Közben jobbról-balról kapom a pofonokat. Az élettől is, meg itt a játékban is. Isten, leestem. Nem örülök. Oda oldalra mi ez? Nem, erre a szeles rész. Ja, fos! Nem, jó vagyok. Azt hiszem visszajöttem. Szép volt. Igen, ezen a pályán is egyszer már voltam, és itt nem tudtam tovább jutni, ahol most vagyok, úgyhogy kicsit para. Hú, már most nagyon nagy hátrányban vagyok. Szóval elképesztően rossz a teljesítményem. Ennyire rossz lenne? Nagyon! Szörnyű! Hát már fele társaság beért. Én meg még itt pálya közepén szenvedek. És még zenét sem rakott be a játék. Még nyomasztóbb. Hát valami isten! Beértem! Beértem! 41-ként azt hiszem. Most erről beszéltem. Ezt tudom, mit jelent? Ezt tudjátok, mit jelent? Team Mark nyert! Team Mark 9-szeres és 16-szoros szorzó. Uramisten, hát mi történt, Tomi? Mesélj! Hát ugye ez a hullámos út, amit emlegettem, most elért az aljára. Tudjátok, amikor még a vízszint alá is megy, szóval ki van fúrva egy ilyen alagút, és most ott tartunk. Én Dubajban van egy ilyen, igen, amikor lemegy nagyon-nagyon. És cápák úsznak körülötted. Úgyhogy most egyébként nem kell aggódni, most csak így hát egy kis látványosság. Jó, nem tudom befejezni, ez szörnyű volt, vállalhatatlan, én is tudom. Elnézést mindenképpen. Én majd vissza fogom nézni, hogy ez hogy sikerült, viszont én örülök, mert mehetek tovább. Menjetek tovább a Dordes pályára, ahol még nem voltam. De gondolom, itt át kell menni ezeken az ajtókon? Na, erre Márk, megkereslek mindjárt. Közben Simon Fi Peti, nagyon köszi, uramisten, 6. hónap, azt mondja, küldöm a pénzenergiát. Köszönöm, Peti, de most valami más energiákra is szükségem lenne. Szóval a pénzt azt nehogy visszavedd, az jól jön, de más is kell. Már nem elég a pénz. Ott van a Márk. Most átmenni. Miért? Ezt át kell törni? Márk, úgy van, maradj kicsit le, most viccen kívül ők. És nézd meg, hogy ők mit törnek ki, mert nem mindegyik ajtót lehet áttörni. Ja, nem mindegyik, és megfogott ez a cápa. Aha, nem, már jó, értem. Utolsó vagyok, értem. Aha, jó. Értem a szitút. Kereslek. 29 ember érme. Én a leghátul vagyok szinte, megvan, és megfogott egy... Igen, megfogott. Látom. Nem kedves. Na, menj már innen, a sült kumpli, ez hihetetlen. Sajnálom, kíváncsi vagyok, hogy Márk meddig bírja idegekkel. Én tudom, milyen érzés ez. És tudom, milyen rossz az érzelmeidet. Mi ez? Ez a sült kumpli miért szivatott így meg? Mindjárt egy permát csapatok. Egyszer megtalálom, hogy ki volt. Üdvözlünk a forgás világában. Lelkünket átjárja a szeretet. Nagyon szép. Nem baj, a lényeg az, hogy kiestem, viszont tovább jutottam, mint Tomi. Úgyhogy ez egy hivatalos Team Mark győzelem. És akkor kilépünk, Tomi, és kezdjünk egy újat? Hát sajnos még elég sok van. Igen, szóval múltkor csak a döntőt vártuk meg, és olyan sok idő volt, úgyhogy elnézést mindenkitől, de nem, tehát a streamben jó lenne játszani is, úgyhogy köszönöm. Persze. Szerintem el fogja érteni mindenki, meg aki szeretne ott maradni, az persze. Mi megyünk tovább. Igen, ez egy stream sznájpolás volt itt, Csabinyó is írja a cseten. Ez hát nem volt a legszebb dolog. És ilyenkor vajon megszűnik a szerver, vagy ők tudnak egyáltalán játszani tovább? Mert nem tudnak, nem hiszem. Remélem. És lehet, hogy kidobott mindenki. Úgy látom, hogy itt van valahol az én csetemen a sült krumpli, és most így elkezdték így vadászni az emberek, hogy vajon melyik ki volt. Közben új kód van.
X9 Dick. X9 Dick? Aha. Hát jó. És ezt hogy írják? D-I-K? Aha. X9 Dick? X9 Dick? Na akkor ezt, aki szeretné csatlakozni, X9 Dick. Ezzel a kóddal tudtak. Jaj, jaj, jó. Kérünk még ilyen kódokat, polgász. Küldjed még, jó lesz. Nagyon szép, nagyon szép. Na igen, lehet, hogy a tenézői nem tudják, de nálunk szintén egy nagyon nagy mém, hogy nekem elég gyakran mosdóba kell mennem. Sajnos most is ez van. Úgyhogy egy perc is itt vagyok. Addig pedig gyűlnek az emberek, és kezdhetjük is. Gyűljenek, jól van. Már csak 6 hely van. Nem is csinálok itt semmit, csak nem. Ez gyorsan meg lett. Na, szóval úgy láttam a chaten, hogy valaki azt írta, hogy tudtok tovább játszani, ha kilépünk, annak örülök. Úgyhogy sok sikert azoknak, akik bennmaradtak, és küzdenek az életben maradásért. Hajrá mindenkinek! Na közben akkor gyorsan én kihasználom az alkalmat, és megnézem, hogy miről maradtam itt le. Ja jó, hát ezeket azt hiszem, hogy felolvastam így kapkodva. Azt írta Anni, hogy ő lejött az életről, mert új összetétele van a Zero Colának, és nem ízlik. Mi a fene? Ez igaz? Igaz az a hír? Majd kikérdezzük Márkot. Ő és Norbi a nagy kóla szakértő. Mi az a titkos új összetevő? Tud erről bárki bármit? Nagyon fontos dolgok ezek. A bab. Jó, oké, Attila. Az mondjuk jó. A limited edition-ös babos Zero Cola végre. Végre megérkezett. Hülye kérdés volt a részemről. Igaz, ez a hír, azt írja Dóri. És tényleg nem annyira finom, mint régen? Na jó, hát akkor meg kell kóstolni. Van benne molibdén? Hát az jót tesz akkor. És itt is vagyok, sietem, hogy tudtam. Már közben őrületes téma merült föl. Valaki azt írta, hogy a Zero Cola-nak valami új összetevője van, és már nem ízlik annyira neki. Erről mit tudsz? Én csak annyit tudok, hogy új dizájnja van. Ezt észrevettem. Lehet, hogy akkor új íze is. Aha. Lehet, hogy a kettő így a nyomtatásnál valami kicsit belement a kólába, vagy mi? Lehetséges, igen. Nem annyit tudok, hogy most pont itt látok egyet az asztalon, hogy rá van nyomtatva, hogy új íz. Még nem kóstoltam ezt egyébként. Azt a rohadt. De megfogom mindenképp. Azt a rohadt, hát mi történne? Részletes elemzés. Emögött is Nokedli 19 feliratkozott. Valószínűleg Bill Gates. Nagyon szépen köszi, Nokedli. Pont akkor iratkoztál fel, amikor még mosdóban voltam. Nagyon érdekes a timing, de pont visszaértem, úgyhogy örülök. Köszi szépen. Na nem, szoktak akkor ilyen mosdó csíreket küldeni? Mert minden streamernél vannak ilyen adott ilyen csír alkalmak. Uh-huh. Akkor neked nincs mosdó csír. Nincs. De akkor lehet, hogy ez mosdó feliratkozás. Na közben indítom. Most igen. Mehet. Fahéj ízű. Nem, azt nem igen, tudom elképzelni. Farkas X-Men is írja, hogy a sült krumplira nagyon kell vigyázni, és hogyha a lobbiban látjuk, akkor azonnal bannolni kell. De ő egy igazi játékos volt, úgyhogy... Hát nem tudom. Tudta jól, hogy nagyon kezdő vagyok. Na mindegy, nem esett jól. De valami kicsikét haragszom rá. Közben Kálmán hát azt írja, hogy mikor vendéglátásban dolgoztam, akkor is mondták, hogy a fekete kupakos kóla nem jó, pedig ugyanaz volt, mint a normál, csak kuponos volt, és más volt a színe, de amúgy ugyanaz volt. Ez nem még nagyon régen a kőbányainál volt egy ilyen, hogy a barna üveges, meg a zöld üveges, meg az íze más volt, így ezt mondogatták. Nem tudom, hogy ezt így hallottad, de ez a régmúltban volt egy ilyen legenda. Nem. Ez valahogy nálunk nem volt téma. Ja, nem, érdekes. Hát vártok, lehet, hogy nem egy helyről jövünk bárkkal. Mi arról beszélgetünk fiatalkoromban, hogy melyik a dél-olaszországi boroknak-e erősebb az íze, vagy inkább Milánó körülről érdemes rendelni. Hát ilyen hasonló témák voltak így általános iskolában, gimiben.
Neked kőbányai? Jól emlékszem, hát figyelj, most mit szégyelljem egyébként? Ha már nálatok van Team Mark meg Team Norbi emóta, akkor nálunk lesz Team zöldüveges kőbányai meg Team barnaüveges kőbányai. Nagyon jó. Úgyhogy ajánlom az itteni nézőknek is, hogy érdemes Tomit követni, mert ott ilyen emóták vannak, ott rossz kontent nem lehet. Nem tudom, hogy ezzel mennyi nézőt győztünk meg, de... Jaj, nézd, én megpróbáltam. Köszönöm, Mark, egyébként. Jaj. Ez necces volt, nem mondom, de sikerült. Te már túljutottál az első szakaszon? Tovább jutottam, igen. Hányas kanyarban vagy? Úristen, már a digitális... Más, tettes, hogy honnan tudjam. Hányas kanyar, mi ez, Forma 1? Hát igen, hát mondják a füledben, nem, hogy mi van. Ja, neked van edződ már, Fall Guys edző? Én még sajnos ott nem tartok, de nagy álmom. Jaj, ne, elrontottam. Nagyon-nagyon hibáztam. Türelmetlen voltam, pedig Raukó írta még a stream előtt, hogy ne legyek türelmetlen, mert Tominak ez a legnagyobb hibája. És micsoda? Már egyből tanácsol. Micsoda? Bizony. Ezt mondta, hogy én nem vagyok türelmes. Valami félreértés. Jó. Galamblelkű önmagam. Jaj, ne. A Team Williams Dove. És nem vagyok türelmes, igaza volt Raukónak, hogy ez a nagy hiba, és én is belemegyek ugyanabba a csapdába. Jaj, ne, kedves, jaj, de hülye babok, jaj, mármint, hogy nem ti nézők, hanem úgy a babok, úgy általánosságban vívők. Te a nézőidet babnak hívod? Baboknak? Nem, hát itt most itt történt egy kis... Jaj, értem. Hát egy kis értem szóváltás. Hiszem. Hát ez hihetetlen, ez egy csúszás. Hát én nagyon-nagyon rosszul állok már. Várjál, én is elég jól. De... Ráadásul a játék egy rohadék méterekre vannak tőlem, és engedi. Engem megfognak a cél előtt. Hát mondjuk a sárgára. Beértem. Hát ki fogok esni? Nagyon meg akartak fogni. Hát ki fogok esni már megint? Hát elképesztő. Már megint? Ez írtó kellemetlen. Meg is nézem a fogadást egyébként, hogy ki én, hogy döntött. Ott már bemennek. Íj, ki esti a Tomi? Itt valami nem jó. Lehet, hogy rossz oldalon van a gyertya, de nem, a gyertyának ott kell lenni a bal oldalon, ezt nem értem. Hát ez egy Team Mark ismét, és a Team Widman nagyon-nagyon sokat veszthet. Mert most is még egyébként 65% szavazott rád, úgyhogy már javulnak az arányok, de hát a 35% nyert. És majdnem meg háromszorozta a csatorna pontját. Úgyhogy hát örülök, bevallom is, és mit tudsz ehhez hozzátenni, Tomi? Milyen érzések kavarognak most benned? Úgyhogy én 25 perc játékidővel most már a második körben is győzelmeskedtem. Az érzelmeket nehéz így szavakba önteni, de igen. Próbálom színekhez társítani. Ilyen fekete, de ilyen, tudod, ilyen olaj, ilyen pempős, húzom, sűrű, de ami ilyen darabos. Ilyen fúj, nem mosod le magadról sose. És még büdös is. Ez memória játék már. Szóval meg... Jó. Meg kell jegyezned, hogy milyen gyümölcsöket látsz. És most mondom, most menj a banán platformra. Szerintem azon voltam. Ez akkor állj meg. Jó. Lehet, hogy ott vagy a tömegben, csak nem téged követ a kamera. Le tudok esni egyébként? Le bizony. Sajnos le. És akkor egyre több gyümölcs van? Igen, körről körre. Sőt, titeket még dobálnak is. Ó, ez a legjobb. Cseresznye. Ja. Segítek. Fölismerem helyetted a gyümölcsöket. Köszönöm szépen. Látom, ez ilyen óvodásokra van kitalálva ez a memóriajáték, de... Ezt addig állítod, amíg először egyszer le nem esel. Jó, banán, narancs, dinnye, szőlő. Banán, narancs, dinnye, szőlő. Mi ez? Itt esnek. Hova kell? Alma. Vagy mi a... Alma? Vagy nem tudom, azt mondja, mangó, vagy mi ez? Nem is láttam, hogy van ilyen. De szóval láttam, hogy... És túljutottam. Szép. Sikerült. Uram Isten, hát eddig még sosem jutottam el, ez már a harmadik kör lesz. Ez csodálatos. Én addig lehet faragok valamit, mit szóltok?
Gyorsan faragj egy Twitch logót. És... egy kopjafát. Kopjafát, hogy kopjafát. Akkor eltemettek akkor. A kopjafán egyébként, nem tudom, tudjátok-e, de hogy ezek a különböző motivumok meg szintek, azok ugye az illetőről mesélnek el, az életéről dolgokat, hogy mit tudom én, hány gyereke volt, meg ilyesmi. Úgyhogy nekünk ilyen a folgájzos pályafutásomat kell a kopjafán megörökíteni. Miket éltem át, milyen sikereim voltak, úgyhogy hát a sikerek, a sikerek szekciója nem lesz nagyon hosszú. Ajjaj. Közben Sublasz írja itt, hogy ez a stream egy csatornapont gyilkos. De hát Sublasz, csak akkor az, hogyha Team Widmanre fogadsz. Egyenlőre a Team Marknak eléggé hozza. Na ez a purgatórium, ezt hívtad úgy az előbb? Igen. Uh-huh. Csodálatos. Akkor alig várom. Hogy... itt vigyázz, mert a pempő szint az emelkedik. Uh-huh. És így megbeszéltük, hogy... Hát nem lehet felugrani? Aha. Igen, igen, ott a sav... savat nem jól bírják a babok. Igen. Uram, Isten, mi ez? Na itt esélyes, hogy meg fogok halni, de engem nem is igazán zavar ez. Mert az a fontos számomra, hogy Team Widman. Ja. Isten, de rohadt nehéz megtalálni téged, már itt láttam a karaktered, de hogy mire oda jutok... Már meghaltam az helyzet, hogyha most már ne is keresd. Oh. Ez egy szörnyű bukás volt sajnos. Úgyhogy csináltunk szerintem egy új játékot. Igen, ja igen, igen, jó. Akkor hajrá mindenkinek, aki itt marad. Ti meg készüljetek, srácok, akik... aki szeretne csatlakozni, mindjárt mondjuk a kódot. Igen, már készítem is. És akkor lehet. Jó. Közben megpróbálom itt átalakítani egy kicsikét az emberemet. Az hol lehet? Ja, itt van, aha. 4-Z-A-Y. 4-Z-S-A-Y. 4-Z-A-Y, mindjárt csatlakozom. Ez egy zsaj. Most már kék vagyok. Hoppá. 4-Zsaj. Ez egy 4-Zsajos. Köszi Anita, köszönöm az 50 bitet, küldöm a szerencsét. Na megnézzük akkor, hogy Anita szerencse csomagja. 4-Zsa-Y, ez a kód. Gyertek. Zsa, mondhatná, hogy... Kál, Tomi és Mário, hogy írogatjátok a kódokat. Kekszend igen megfejtette, hogy ez azt jelenti, hogy zsa, hogy van? Nem tudok olvasni, tehát zsa-zsa-zsa-zsa-y. Jöhet a... Jaj, szóvic hurikán. Na erre kíváncsi leszek, a fogadás itt nálunk elindult. 69% Team Mark. Fordult a kocka. Ez durva. Hopp, nem, most valaki nagyon sokat rátett. 68 ezer pontot Pindu 22. Pindu? Vagy Pingu? Pindu. Pindu! Köszönöm, hogy hiszel bennem. És a Mangó erejében. Pindu hisz benned, bennem vas bízik a legjobban. Köszönöm szépen. Remélem, hogy folytatódik ez a széria, amit elkezdődött itt. A nagy babgyilkolás. Köszi the King, Bandi the King. Köszönöm szépen. Azt írja, hogy eljött ide a zsájának. Ja, hogy ez a zsájának a rövidítése, tényleg. Hát a zsája illatú füstölőpálcát meggyújtsuk, azt mondjátok? Ez egy égi jel? Az, hogy ez tényleg egy égi jel. Üzenet a babistenektől? Hát zsája. Akkor legyen hát. Meggyújtom, srácok, meggyújtjuk. Na, 2 crash. Ó, igen. Járjon át a ti szíveteket is. Szippancsatok mélyeket. Csabinyó még egy utolsó esélyt ad neked így fogadás szempontjából. Viszont az itteni cseten eléggé Team Mark, úgy látom a hangulat. Hú, ez üt. Srácok, ez üt, úgyhogy köszönöm... köszönöm a bizalmat. Hogy hívták, bocsánat, az utolsó nézőt, akit mondtál? Aki még utoljára ad neked egy esélyt, Csabinyó. Csabinyó, köszönöm szépen, a zsája, érted, parázsban. Viszont Farkas X-Men pedig azt mondja, hogy így, ha meggyújtottad a gyertyát, gyakorlatilag biztos, hogy nyerni fogsz. Vagy az illatos már rég, ugye füstölő van. Igen, csak ugye ez a zsája. Francegye meg. Menébe, ez egy rossz döntés volt. Ez egy rossz döntés volt, kitartunk, hiszek benne. Pont lepattantam! Francegye meg! Nem szabad! Hát hihetetlen, mindegyik be van csukódva. Ez az!
Bejutottam, srácok, 37. helyen. Lehet, hogy erre születtem? Egy Fall Guys nagymester lehetek? Te bejutottál, Tomi? Tomi, ne sírj. Mi történt? Mesélj. Most aki squad streamben nézi, látja, hogy mi történik a másik oldalon. Én nem, az a helyzet, úgyhogy remélem, hogy túléli Tomi ezt a halódást, amit most érez valószínűleg. Mesélj, Tomi, kérlek, mondj valamit. Csak azt láttam, hogy hivatalosan is Team Mark nyert, úgyhogy biztosan veszített, Tomi. Biztosan veszített. Épp, hogy nem jutott be. Csíszpá is írja, Astro Csiga is. Nyugodjon békében. A babja. Tominak még a zsája kód sem mentette meg. Nem. Nem mentett meg. Tominál nem meglepő, most hallottam, hogy megszólaltál, de hogy akár több perces csendek is lehetnek. Főleg úgy, hogy én a nagy kezdőként... Jaj. Nagy kezdőként most egy kicsikét megaláztam őt. Szerintem kimondhatjuk. Ez fájhat. Tetszik ez a játék, azt kell mondanom. Viszont most ezt elég gyengén kezdtem. Jaj, az te voltál kék, ugye? Kék bab. Kék bab vagyok, de több kék bab is van, is van egyébként. Nem fogtál meg de egy most... cápát olyan helyen, amit nem mondok ki. Nem fogtam meg cápát, nem fogtam meg cápát. Pedig ez Márkra val. Nem én vagyok. A magánügyeimet kérlek, ne teregess ki itt streamben. Ja igen, bocsánat, nem akarom a pankutya brendet. Egy óriási botrány. Jó, de szerintem meg vagy. És meg vagyok! Uram Isten, hát erre születtem, erre a játékra. Van ebből e-sport? Lehet, mert ezek idélkor állnak. Ez e-sport, amit már most mit csinálunk. Ez egy... Ja, ez már az. Aha. Igen, nem tudom, hogy nézted, ezt most több ezren közvetítik. Koreában is közvetítik egyébként ezt... Elképesztő. Amit most itt csinálunk. Nagyon köszönöm. A chat felrobbant egyébként. Itt nagy teammárkozások vannak. Garrison írja, hogy Uram Isten, amit itt egy gyakori szólás nálunk. Nagyon köszönöm. Horváth Doni is. Köszönöm szépen. Olyan támogatás van itt a cseten. Megható. Mesélj, milyen érzés, mi már. Mesélj már, légy szíves. Én még ilyet nem éltem át, pedig már streamelek egy ideje. Szóval néző... Nagyon jó érzés. Nem is tudok, te nézőid mondani. Veled vannak. Érted, szurkolnak és támogatnak? Előfordul, igen. Sőt, wow. Azt kell mondanom, hogy általában igen. Ez nem is hangzik rosszul. Úgyhogy igen. Ilyen érzés az, amikor, igen, amikor nem ellenségek néznek téged, hanem... Furcsa, erről olvastam már, de azt hittem, hogy ez egy igen, ilyen... Igen, igen. Ez nem fikció, ezzel én is akar... azt hittem sokáig. Igen, hogy ez ilyen Twitch-nek ilyen marketing fogás, hogy gyere streame, itt kialakul majd egy ilyen kedves közösség a streamedben. Akkor ezek szerint... Az a helyzet, hogy nem. Nálad ez nem alakult ki, azt én is észrevettem. Valami kialakult. Valami kialakult, csak nem tudom, tumor. Így is lehet hívni. Igen, az orvosok így szokták. Jó, közben itt nagyon koncentrálok, mert szeretnék még tovább jutni. Igen, viccelkálom, köszönöm szépen a chaten amúgy. Igen, és most... Na most aztán ezek után tényleg számíthatok a nézők kedves támogatására, amikor letuboroztam itt mindenkit, most úristen, de most ne. Kapni fogom. Nem, igen, ennek a streamnek most eléggé furcsa, ilyen fekete humora lett. Ja, nálatok, ja bocsánat, egyébként beszennyezem a csatornátokat már megint. Semmi baj. Számítottam erre. Igen, az van, hogy... nem lett fent a bot csatornán, meg sehol. Jaj, nem jutottam be. Azért nem szoktunk közösen streamelni Norbival, meg Márkkal, mert hát... Szóval tudják, hogy ez egy több ezer feliratkozó vesztés alkalmanként náluk, úgyhogy... Pontosan, de ha már feliratkozókról van szó, Seduxen egy perccel ezelőtt feliratkozott, csak épp nagyon koncentráltam a játékra. Köszi szépen, Seduxen! Örülök, hogyha tetszik a stream. Viszont kiestem, Tomi, úgyhogy csináljunk egy újat, mert nyerő Szíriában vagyok, és ezt szeretném folytatni. Szeretném, hogyha a Team Mark megszedné magát csatornapontokkal is, mindenki gazdag lenne, úgyhogy készítesz még egy játékot? Aha, már indítom is. Addig várom, mindjárt jön a kód, mindenki készüljön. Host. Köszönöm a Tomia. A chatre jöhetnek a számok, aki mennyit nyert az elmúlt három fordulóban, kíváncsi vagyok. 4 D G Z H
az új kód. Mondd még egyszer, kérlek. 4DGZH. 4DGZH. Itt ti is látjátok a kódot, gyertek. Ez szuper. Nagyon jó, hogy ilyen sokan játszunk, és így egyből megtelnek a szobák, ez király. Na látom, 2000 pontok, 4000 Hunjaction. Groland 18800-at vesztett? Groland? Melyik csapatban vagy? Team Weedman? Csak nem. Igen. Nagyon jó. Garrison. Garrison most 20000-et rárak a Team Markra. Köszönöm a bizalmat. Azok után, hogy veszettél 18000-et. Mindenben, bocsánat, Groland volt. Keverem itt a neveket, bocsánat. Már az én csetemben meg ilyeneket kapok, hogy lassan olyan szavazást kéne indítani, hogy Weedman túljut-e az első körön. Jó, Istenem. És ezt... mennyire igaz, aki ezt írta, mennyire igaz. Ezt kapom, látod? Na most ilyen nyomás alatt, szóval bemennék egy arénába, és mindenki fújolna. Nem, most összeszedem magam, egy kis hidratálás, és menni fog. Jó, közben mindjárt megtelik, és utána egyből kezdjük is. 59-en vagyunk a 60-ból. Köszi, Anni, csak egy mert hely annyira... van, gyorsan valaki csapjon le. Még Anni még így is támogat engem, még a mocskolódásaim után is. Köszi, Anni. Meg vagyunk. Big Csicsi Live írja, Weedmannek ez volt a legnagyobb félelme. Nyersz egy koronát és elpusztítod. Hát bevallom, most már ez a céljaim között van, hogy hamarabb szerezzek egy koronát, mint tudom. És ha ma tudnék szerezni, na az lenne az igazi pusztítás. Hit parádé. Weedman kapni fogja a kúpot. Én is erre számítok, bevallom. Mi a helyzet, Tomi? Nagyon csöndes vagy. Ja, semmi. Csak fejben készülök. Úgy érzem, nem, tényleg itt rá kell hangolódnom. És hogy kell ilyen kinézeteket kapni egyébként? Hogy ilyen csirke lehessek, vagy kóla, meg ilyenek? Csak játszani kell, és kapod, mint Rocket League-ben? Kapod a pontokat, igen, vagy vásárolsz. Jó sok pénzért. De hát olyan profinak, mint én, nem kell, mert ugye kapom ezeket a... Hát ez hihetetlen. Annyira rám markolnak. A kék babot, srácok, kérlek titeket, a kék babot masszírozzátok meg. A rostjait puhítsátok. Sok a kék bab. Már nem lehet tudni, hogy melyik vagyok én, hála Istennek. És örülök is egyébként, mert alapból... Ez ilyen ugrás. Na, most olyan jól kezdtem, de most begyengültem. Hogy? Érdekes, begyengültél? Történhetett valami? Furcsa. Jaj, ne. Valami zsályás, illatosító, vagy mi történt? Nem, dehogy is. Uramisten, valamit csinált. Aki a szkacímet nézi, mondja meg. Mire kell számítanom? Ugye nem nyújtott, hogy még egy gyertyát. A ludak. A ludak velem vannak. Köztudott, hogy Weedman gyűlöli az állatokat, főleg a ludakat. Én gyűlölöm az állatokat? Köszi, Happy Meals menü. Kiestem. Köszi a te bent vagy? Bent. Furcsa, hogy már kiesett. Hát. Furcsa, mi? És furcsa, hogy te nem. Úgyhogy srácok, ez egy Team Weedman sajnos. Ez egy Team Weedman. Elfújtod a gyertyát? Micsoda? Itt valaki azt írta, hogy elfújtod a gyertyát. Hát milyen gyertyát? Miért fújnék egy gyertyát? A legnagyobb amatőrök fújnak egy gyertyákat. Uram Isten, mi lehet ott? Látom, hogy ki kéne raknom nekem a te streamedet is, sőt, meg is csinálom, hogy lássam néha, hogy mi történik ott. Hát ez semmi nincs, a profi e-sportolást fogsz látni. Na jó, azért megnézem azt. Nem bízom annyira benned, bevallhatom. Minden a legnagyobb rendben. Kényelmesen ülök. Bár lehet, hogy nem a megfelelő szögbe van állítva, tehát háttámla. Így van, 5 fokkal hátrébb kellett állítani, most érzem. És a gerincemet tökéletesen támasztja. Nagyon érdekes. Nem látok semmi furcsát. Nincs semmi furcsa. Nagyon szépen kihúzva szivatnak, szivatnak a nézőid? De nem, itt ez a csatornán nincs ilyen. Ja.
összekevertett a tiéddel, viszont megkereslek, meg is találtalak. Hajrá, Tomi, hajrá, hajrá, hajrá. Na, ez kedves, köszönöm. Nézd, ha nem vagyok bent, akkor neked szurkolok, ez alap. Ez úgy érzem, hogy baráti kötelesség. Azt a mindenit, hát ez a... Hú, a hajszárító. Nézzenek oda, kaptunk egy löketet. Jó. Febi Magic kérdező, hogy hogyan lehet kapni. Ezt a verzióját még nem láttam a pályának, itt most mi a fene történik? Uramisten, meglepő dolgok. A következő körben tud csatlakozni Febi Magic egy kóddal, úgyhogy majd nem sokára mondjuk, amikor ennek vége. De most turkolunk Tominak. Nézzük. Ez hogy nem tudott átugrani? Ez amatőr. Ez nagyon amatőr, ezt még én is látom. Óriási probléma. Igen, ez egy óriási hiba volt. Ez őszinte leszek. Tudom, hogy nem leszek őszinte, úgy érzem a barátságunk rámenne. Annyira őszinte akartam lenni, ez durva lenne. Ignorálom, amit a fülembe hallok. Csak a babokra figyelek, a babok lágy suhagására. A porított... De uramisten, mi történik? Tomi elmesélt egy történetet itt a stream elején, hogy... Van az a helyzet, amikor a szüleid nagyon-nagyon akarják, hogy mondjuk focista legyél, és egy éves korod óta jársz edzésekre, de egyszerűen nem vagy tehetséges, és nem lesz belőle soha semmilyen profi focista. És azt a párhuzamot hozta, hogy ő ugyanilyen Fall Guys van, hogy valahogy a sorstól kapott egy jelet, hogy ezt kell csinálnia, de annyira nem ért hozzá. És amint ezt végigmondtam ezt a mondatot, beért. Ignorálom. Én fejben máshol lehet, vagyok már. Esélyed nincs megtörni. Nagyon, hát le a kalappal. Lehet, hogy... Olyan lábakon áll a magabiztosságom. Meg ingathatatlan. Szép. Na, hát... Davidson kérdezi itt nálam, hogy mit is mondtál már, ha kiestél, akkor szurkolsz, vidd mennek. Ha, jogos. Ilyet, legalább ne hazudj. És ez a, hogy... Jaj, ne, purgatórium? Na jó. Ez purgatórium. Én ilyet mondtam, ezzel mi a probléma? Hát az, hogy most egy kicsit úgy érzem, hogy ez bort iszol és videt prédikálsz, ugye? Hát most... Ne, most... én attól még szurkolhatok neked attól, hogy nem tartalak tehetségesnek. De egyébként nem mondtam ilyet, csak ezt a történetet elmeséltem, hogy akár te is lehetnél az az ember, aki azt hiszi, hogy a Fall Guys-ra teremtették, de nagyon nem így van. Oké. Jó. Én csak ennyit mondok. Jó. Csak aztán el ne fújja itt valami a gyertyádat. Egy baleset folytán, egy nyitva hagyott ablak, egy kósza szellő. És lehet, hogy... De nézzenek oda! Hát fog! A porítódnak. Már megkeressük, igen, kicsit elbamultam, bocsánat, és néztem mindenféle chatet. Megkeressük Tomit. Mit kéne csinálni, megvárni? Ő az, itt van Tomi. Nézzük, nagyon szép ugrás. Aha, jó, itt meg... Igen. Mi történt? Hát leestél és beleestél abba a savban. De hogy estem le? Azt megcsúszott a talpa ennek a galamnak, hát... Pontosan úgy estél le, igen. Egész biztosan. Na, hát ezt a kört Team Weedman nyerte, de ő sem így jutott van. Azért nagyon sokáig. Jó, de ez a lényeg, hogy Team Weedman. A többi nem érdekel. Mert is következő játék, és mindenki csatlakozhat, aki eddig nem tudott. Jó, megy is, igen, és akkor most én tartok egy rövid szünetet. Egy fél pillanat, közel így hoztolok gyorsan. Profi. Aha, dupla... van egy movie star. Mondom a kódot, Mark. Dupla V, H, 7-es, 9-es, 1-es. És egy fél pillanat, és itt vagyok. Jó, WH791, ez a kód, csatlakozzatok minél többen. Hívd ki FIFA-ra, írja Sublasz. Lehet, hogy ki is fogom. Gyertek, csatlakozzatok, nagyon köszi Skull, meg mindegyik őtöknek, hogy írjátok itt a kódot. Segítetek mindenkinek, hogy tudjon csatlakozni. De nézzük ezt a fogadást, arra vagyok igazán kíváncsi. Most elindult, aki szeretne fogadni, itt az idő. Úgy közben most látom, hogy Weedmannél hogy áll a fogadás. Nagyon érdekes. Elindítom azt is. Igen, szóval Weedmannél az emberek 38, valamint nem az emberek, hanem az összes csatornapont 38%-a bízik bennem.
itt pedig 30, itt, nem, itt még változik, várjátok, akkor várok egy picit. Itt ilyen 49-50, itt ilyen 50-50. Nagyon változik, uramisten, ennyire aktívan csináljátok. Garrison 20 000-et rámlakott, pedig az előbb elvesztette, de köszönöm Garrison támogatást. Barney Streams, hát sajnos Widmerre tett 15 000-et. Nem örülök, nem örülök, de elfogadom a döntésedet. És ott Widmannél is nagy fogadások vannak. Nagyjából 50-50% mindkét csatornánál, úgyhogy nem lehet tudni, hogy ki nyer. Ez így a legizgalmasabb. Sublasz írja, hogy gyorsan fejlődök, köszönöm szépen. Mindennek teszek. Őszinte leszek, most már csak egyetlen egy cél lebeg a szemem előtt, hogy hamarabb szerezzek egy koronát, mint Tomi. És azzal annyira megsemmisíteném, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, amit ebből képzelni. Együtt sírunk, együtt nevetünk, Team Mark, Garrison, köszönöm szépen. Na, beszéltem a pszichológus csapattal, és minden rendben. Jó, hát akkor kezdődhet. Kezdődhet a dolog. Na mindegy, kicsit meg vagyok hatódva, bevallom. Most itt meg van nyitva a test streamed is, Tomi, és utána összehasonlítottam az enyémmel, és annyival erősebb a közösség, és olyan kedvesek itt az emberek, hogy ez meghatott engem. Igen, szeretek ide feljárni, most nem tagadom. Na, velem viccegeket, ott is nagyon jó fej volt mindenki. Na, látod, most én legalább a saját kedves nézőimet szittam, de te meg átjössz az én közösségemet szídni? Ez milyen? Na ez! Na, látjátok, ez! Ez a gusztustalan. Én amikor... gusztustalan, hogy saját... A közösségedet szidom? Hát az olyan, mint tudod, van egy haverod, és így megy egy ilyen oda-vissza csipkelődés, ez ilyen, de te átjössz, és egy ilyen erős összetartó közösséget megköpködsz. Nézzetek oda, a ludak! A ludak. Én egyáltalán nem köpködtem meg, ez egy félreértés volt akkor, igazából az itteni közösséget dicsértem. Azáltal, hogy relativizáltál, és... Nem vagyok Einstein, hogy relativizáljak, és nem is tudok ehhez hozzászólni. Nem vagyok tudós. Hogy hozzánk képest, na mindegy. Mik vannak itt? Rejtett csapdák. Indiana Jones. Jó, én megyek. Egyenlőre elég jól állok szerintem így érzésre. És őrületes lagok ott is vannak? Ilyen nagyon nagy lagokat nem tapasztalok. Majd egy ilyen akadozás, szóval nem olyan óriási, de... Kurcsa. Na, a kalapács megjósolja. Néci kalapács. Mit kell csinálni a végén? Megnyerni, Mark. Megnyerni! Na, ne! De nem ütött el a kalapács. Akkor próbáld újra. Csak úgy lehet tovább jutni. Jó, a kalapács az esélytelen, most már értem. Ez egy kamu volt, Tomitól. Miért nem lepődött meg? Nem már! Dehogy is. Nem jutottam tovább. Nem jutottál tovább? Bíztam a kalapácsban. Bíztam a kalapácsban. Ez elképesztő. Elképesztően tiszteletlen volt, amit most Tomi leművelt. Mire gondolsz? De tovább jutottál, mi? Tovább hát, de mi volt, ami tiszteletlenségnek tűnt? Azt mondtad, hogy a kalapács a megmentő. A kalapács az a pusztító valójában. Nézd, ha láttad volna a streamet, engem úgy előre dobott, úgy segített. Hát nem tudom. Na mindegy, bocsi mindenkinek, aki Team Mark-ra szavazott, ez egy Team Widman ismét. Törni. Nézem a csetet, olyan szomorú itt mindenki, bocsánat. Mi? Chester, nem tudom, mire gondolsz. Valamit félre néztél. Horváth Richard azt írja, hogy a mai streamben mindkét csatornán minden fogadásom bukás volt. Hát ezt akkor, ezt sajnálom. Ez nagyon-nagyon szomorú. Szomorú? De ne aggódj, vissza lehet mindent szerezni. De gyorsan megkeressük Tomit. Hol van a galamb fejével? Hogy jutottak föl már? Hol? Itt megy. Nem, ez nem ő. Hát, aki gyorsan keresek, ő lesz az. Na hajrá. Hú, de szó szerint az utolsó, nem? Utolsó előtti. Nem tudom. Azt hiszed. Gondoltam egy kis info, mert a Forma 1-es pilótáknak is adnak infót. Én is ilyen edződ vagyok gyakorlatilag. Nagyon rosszul állsz, Tomi, úgyhogy szedd össze magad. Az ellenségemnek nem kívánnék olyan edzőt, mint amilyen... Milyen te vagy. Nem biztos, hogy az önbizalmamat növeli, hogy a fülembe mondják, különösen Tomi, te mekkora egy szar vagy. Tomi, te jó ég! Hát gyakorlatilag fizikai képtelenség ilyen szarnak lenni. Nem, azt látom, hogy neki mész a falnak. Nem, azt akar, ki akartam használni ezeket a szarokat, de ellopták. Aha.
Aha, értem. De azok visszafele lőttek, nem? Dehogy is. Most nem látod, hogy előre dobott az egyik? Ja, jó, lehet, hogy igazad van. Jó, akkor biztos, hogy igazam van már. Évek óta játszom ezzel a játékkal. Már ja, igaz, igaz. Édesapám is. Nagypapám is. Híres polgár. Rohadt büdös! Igen, igen, ezt tudni kell, a Vidman egy ilyen, hát egy ilyen e-sport családból származik. A nagyapja COD 2-ös volt, az apja, ő Modern Warfare-es, ugye? Ő is ilyen FPS-ben utazott. És Tomi az első, aki... Nem tudom, hogy mit csináltam, mert olyan rég beszéltem velük, már nem állnak szóba velem. Hát mert már Dél-Koreában van, laknak ugye, az e-sport hazájában. És téged itt hagytak. Könyörgöm, ott az utolsó hely, és elviszik. Jó, oké, vége, mehet az új. Vége, mehet az új. Nem baj, szép volt. Engem legyőztél, Tomi, aki neki ez az életének az első napja, amikor ezzel játszik, úgyhogy csak gratulálok. Srácok, semmire nem mentek a Team Mark emótokkal itt, mert sajnos Mark már elbukta. Átmentek a Team Mark emóták? Sőt, beállítom, hogy alapból bannolja. Na jó, jó, jó. Szóval, itt az itteni embereknek mondom, hogy nyugodtan átmennek egy kis Team Markot abba a chatbe is. Nagyon jó, hát, nagyon jó, köszönöm. Pár új hívőt jó, sikerül át. Akkor innen meg lehet a híres Coop emótát lehet használni a Pamkutya chaten. Jaj, ne, a Coop emóta. A híres kúpemóta. Kúpemóta annyira erős a kúpemóta, hogy szerintem globálisan is talán a legerősebb emóták egyike. Talán csak a hajszárító emóta tudja. Igen, és ezt múltkor loptam tőled, egyébként QT181. Tehát QT181 a kód. Múltkor volt egy faragós stream, amiben akrilfestékkel megkentem a fát, és használtam a hajszárítós technikát, és jöttek a emótája, az hajszárító emóták. Nagyon szép. Ez ilyen emóta készítőként ez a legnagyobb megbecsülés, vagy a legnagyobb elismerés. Amikor egy másik streamben használva van az emóta, és ezek szerint még témába is vágott, hát ez gyönyörű. Igen, meg gondolj bele, hogy nem sok stream van a tiéden kívül, a festő streameken kívül, ahol kontextusba belepasszol. Nehéz, igen. Úgyhogy ez így külön? Vannak ilyen hajmosós live-ok, vagy nem tudom, nem követem azt a műfajt. Ki tudja? Ez a hot tub streamek után már bármit el tudok képzelni. És ott viszont a hajszárító emóta írtó erős lehet. Mondjuk igazad van, egy ilyen after, hot tub után egy after stream, egy jó hajszárító. Hot tub after, bizony. Na, most viszont egy kicsit elbizonytalanodott a Team Mark itt nálam. És épp hogy csak egy kicsivel, 52% szavazat rá, rád pedig 48. Igen, most kicsit nálam több bizalom visszatért, úgy látom. Na jól van, ezzel, tenni kell ezzel nem valami gyorsan, úgyhogy lassan kezdtek. Ott van Deadmau5-os emóta, az porít, az király. Fekete Deadmau5. Agoderix írja, mind a 20 000-ét rám rakta Team Mark-ra. Köszönöm szépen a bizalmat. Na, én azt gondolom, hogy most megállt itt a játékosztám, úgyhogy szerintem menjen. Menjen, jó, nem? Jó, készen állok. Na, be kell húzni, már két kör óta mindig kiestem az első körben, vagy a két futam óta, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Érdekes, Mark. Most, meg lesz. Hogyha ilyen, nem tudom, ilyen... Bal szerencse lavina sodort volna el téged, nem? Baj, te nincs egy lavina? Hát nem tudom, az... Pár kör óta olyan... nem mondanám. Hamar porítót. Jaj, ne. Elfújtod a gyertyámat? Jó Jézusom, azért... Van mindenek egy határa, ilyet azért nem tenni. Azért a... Pedig pont olyan. Ki az e-sport közösség kivetne magából? Hát ez tényleg nagyon tisztességtelen lenne, úgyhogy remélem is, hogy nem. Nem. Közben Cyrex kérdezi, pénteken lesz Forma 1-ezés, úgyhogy csatlakozz majd. A monakói nagy díjat lejátszok, azt neki lesz. Na, ezen a pályán voltam már, de be még sosem értem. Ugye ma is volt már ez a pálya, úgyhogy most mindent ne fogok tenni. Szurkoljatok, skacok. Nézzétek meg! Na jó, oké, tehát egy emberek, vagy egy babok, úgy indítanak, hogy rám nyúlnak. És itt van a sült krumpi előttem, ami...
Jaj, ne, a sült krumpli a legesleg tisztességtelenebb ember. Meg a cápa. Meg a cápa, ne is mondd. Legendásan tisztességtelenek. Szóval így nem lehet játszani. Úgyhogy a baby rage az most jogos. De most komolyan? Szétver engem ez a cucc, de sikerült valahogy átvennem. Aj, ne, ez rossz ötlet volt. Ott van a cápa, megdöglött, jól van. Végig sétálunk szépen. Én vagyok az utolsó egyébként. Nagyon, nagyon erős egyébként ez. Ez a mezőny. Nem tudom, hogy amikor nem nézőkkel játszol, akkor könnyebb egyébként ez a játék? Az a helyzet, hogy most pont ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy könnyebb. Itt most nem tudom, a leghardcore-ebb játékosokkal vagyunk valahogy. Hála az égnek! Na ne! Utolsó pillanatban kiütött! Ne, mennem kell! Az inga? A lásfürdő bomba? És megutottam 39-én, uramisten! Jaj! Na ez az első menet, azt hiszem, amikor mindketten tovább jutottunk. Ne, volt már egy, nem? Vagy tényleg ez lenne az első? Nem, ez az első, ez az első. Na, úgyhogy megyünk tovább, még nem dölt el, hogy Team Weedman vagy Team Mark. Kriptorer itt ír a csata, hogy ő volt a cápa. Ezt nagy hibát követti el, ahogy felfedted magad. Kriptorer. Tét fogják szedni. Mint a gyűrű korában, amikor az orkok mondják, hogy újra van hús a menün, nem tudom, hogy van szó szerint. Lényeg az, hogy utána szétszedtek egy orkot. Szerintem ez fog történni vele is most a cseten. Hát kapni fogja. Na de srácok, tényleg ennyire ne nyúljatok már ránk. Pontosan nem, ez e-sport. Itt nem szabad annyira rányúlni. Szóval én úgy gondolom, hogy egyikünk sem úgy akarja legyőzni a másikat, hogy... Persze. Igen, biztosan. De miért nem megy? Szóval nyomtam ezerrel a... Úristen! Hát meg van hackelve itt a gépem. Ezen bukjuk el. Jaj, tud kapaszkodni és ez a bab. Igen, nyomva kell tartani a bal egér gombot. Én nyomva kell tartani? Ezt nem hiszem el. És felhúz. Most óriási hibát követtem. Én a balt azt nem is nyomom. Jó, most megvan, jó. Jó, aha. Nem örülök. Jaj, ne! Kiütött ez a cucc. Nem is tudtam, hogy itt van ilyen. Én ezen a pályán most vagyok először. Az van, hogy ezeknek a pályáknak vannak verziói, szóval mindig egy kicsit. Ja, igen, egy hasonló pályán már voltam, de... Ilyen pálya elemeket váltogat. Ez egyre unyorító. Jó, sikerült valahogy átmennem. Aj, ne! Annyira köz... És az már... Ja, nem, azt hittem az a legvége, de nem. Bassz! Ezt még nem mondtam ki! Ez még nem Twitch-ban. Mi, azt mondtad a simp, vagy? Nem, azt akartam, hogy basszusgitár! De jó lenne megtanulni basszusgitározni! Miért nem tanultam meg? Már később neki állni. Beütöttél, Tami? Be. Gratulálok. Te kiestél? Team Weedman, kiestem. Ott zuhant, láttátok Márkot? Hátra zuhant. Nem tudom, figyeltétek, hogy a rácsok között nálam hátra zuhantál. Ja, Istenem. Ez megalázó. Ez nagyon megalázó, de akkor most már szurkoljunk Weedmannek, hogy akkor már szerezzen egy koronát, ha már megalázta sajnos Team Markot ebben az esetben. Jimmy-ken 82,000 pontot szerzett most ezen. Jézus Mária. Hát nem örülök, hogy Team Weedmannre tetted, viszont cápa. Egy tőzsde cápa, igen. A Wall Street farkasa. Luholjuk is 10,000-et. Túl sok ember van Team Weedmannél. Nem tetszik. Na jó lenne egy kicsit tovább jutni. Mindjárt megkeressük Tomit, és végig közvetítem nektek, hogy küzdi át magát az akadályokon. Kevés pálya van? Mert ezeket láttam már. Szóval csak 6 darab pálya van az egész játékban? Nem, egyébként most valahogy tényleg nagyon repetitív, nem tudom. Több van. Színesebb ez a játék, pedig nem állítottam át semmit. Én most örülök ennek, hogy tudok gyakorolni jobban. Igen, egyébként ez... Na.
foglalkozni. Itt Tomit láthatjuk, hogy küzd. Egyelőre elég jó helyen van. Egyelőre igen. Helyen. Viszont ezek a golyók ezt könnyen megváltoztathatják. Ezek szétpattanó golyócskák egyébként már. Igen? Ez még nem volt a szétpattanó golyócskák? Okszó. Az az, nagyon, nagyon szép. Nagyon szép. Jó, írtó erősen kezd Tomi. Hát, sőt, mi a vége van már? Bár, de csak 19. Na most kell kockáztatni. Kalács. Na nézzük a kalapácsot. Uram Isten, úgy megalázta, úgy oda csapta szegény galamb testét. Kicsit elő. Rad, de golyócskák szétpattannak. Itt bármi lehet, itt bármi lehet. Még 8 ember. 18-dik. 18-dikén beért, nem hiszem el. Hú. Egyre többen írják, hogy elfújtad a gyertyámat, Tomi. Igaz ez? Márk, nem tudom, de már profi streamer vagy, ne hagyd, hogy kizökkentsenek az emberek. Tudod, hogy a nézők szeretik szivatni a streamereket. Itt nem az a szokás. Itt összefogunk és a valóságot mondjuk. No Name Ghost is most írja. Kriptorer, aki ugye azt hozzá kell tenni, ő a cápa, aki szokta szivatni a Tomit, úgyhogy lehetséges, hogy na ugye, tenni. Ugye? Na ez az a pálya, amit még sosem jutottam tovább. Asztrocsiga jót ír egyébként, majd kérlek ezután a menet után mutasd meg a gyertyámat, ami ég. Jó, oké, okay, rendben. Legyen. Mindjárt megmutatom. Jó, most viszont megkeressük Tomit. Aha, itt küzd. Viszont ezzel még nem jutottam túl, mert egyszerűen nem... lehetetlen neki érzem. Ja, hogy ezek a fixek. Jó, oké, okay, tehát a... pempős színűeken kéne maradni. Ja, hogy itt ez csak egy emeletes, értem. Ez keményen megrektelt, megkúpolódtál, nem mondom. Várjál, amíg nem sodort le a mélybe. Addig még... 24 másodpercig kell még kibírnod. Ez terror. Ez egy lelki terror, főleg, hogy ilyen... gyors éttermi kaják nyúlkálnak rám. És ezek a labdák miért nem... miért nem zuhannak le? Majdnem. Jaj. Olyan keményen kupolódik Tomi, már én sajnálom. Jesszusom. Egy kicsit, de túlélte. Jesszus Mária. Szabó Vendel kérdezi, volt-e már olyan kör, amikor én bírtam tovább, és meg fogsz lepődni, Vendel, de volt. Sőt, szerintem volt 3 kör is. Micsoda? Pedig sokkal tapasztaltabb ugye Tomi. Hát amikor én bírtam tovább, olyan körök voltak elég sok. Várjunk csak. Aha. Mi történt? Szóval ennyit ér neked a becsület, Tomi. Mi történt? Ér a becsület. Mi történt? Az a helyzet, hogy ugye meséltem, hogy nálunk egy összetartó közösség van. Igen. És ismét összetartott. Na, és amíg egy kicsit ilyen csöndesebb voltál, nem, meg is lepett, hogy van, hol lehetsz. Hát én akkor írták. Vizet kellett keresnem. Több tucat üzenet érkezett. És mit írtak? Hogy most nyújtottad meg a gyertyámat. De, hogy nem is igaz, de ne légy szíves, srácok, ezért tudjátok, hogy a jó hírnelmemet ne roncsátok már ilyen alávaló hazugságokkal. Barátként ilyet tenni, na mindegy, ezt megjegyzem. De azért Márk, az sokat elmondta, hogy kinézett belőlem. Miért? Hát vadidegen embereknek hiszel. Igen, mert ugye téged ismerlek, őket pedig nem. Na várjál, ez így... Igen, ez így... Ezért... Nem. Hát igen, csak ismerlek, hogy benned nem szabad bízni. Mi egye? Ne. Jobban bízom egy ismeretlen emberben gyakorlatilag, és nem egy ember írta, hanem több tucat. És így viszont a tömegnek biztosan jobban hiszek, mint neked. Úgyhogy sajnálom. És itt vagyok már, én is sajnálom. Azért... Rosszul esik. Sőt, ez is rosszul esik! De leesett. Tim Márk azért nem tarol, azt írja itt Vendel. Volt egy időszak, amikor tarolt, most pár kör óta, mióta elfújta a gyertyámat egyébként Tomi, azóta egy kis is. Aki most rám nyúl, az ban. Szóval mi itt ég, itt lángol, a szeretet lángja, hát nem is értem. Riptorer azt mondja, hogy be tud küldeni egy klippet, amiben éppen meggyújtod. Jó, most én is tudok ilyen
ma már érted, olyan technika van, ilyen AI-jal mindent be lehet kamu, deepfake-kel megcsinálja, hát most... Meg deepfake-elik a gyújtod? Na nézd, még egy utolsó esélyt adok, egy utolsó esélyt, hogy bízom benned, meglátjuk. Döntő. Közben. Na, a döntőbe bejutott Tomi, az helyzet, úgyhogy ha már kiütött engem, akkor az a minimum, hogy nyerje meg. Na, aha, nézzük a cseten. Nem szabad leesni, az a lényeg. Itt nem szabad leesni. Itt sem. Farkas X-Men elküldte privádon a klippet. Köszönöm szépen, majd stream után megnézem. Most nem szeretném itt élőben tönkretenni a barátságunkat. Mert attól félek, hogy igazatok lesz. Már ne higgy már a szemednek. Majd stream után is utána... 2021-et írunk. Szokták, élőben elintézzük. Viszek egy baseball ütőt és a többi, ez majd történelem. Jaj, már megint a szokásos forgatókönyv? Jajaj. Miért mindig így rendezzük a vitáinkat, Mark? De általában csak te, és mindenki azt mondja, hogy én vagyok itt az agresszív, tehát nézzétek meg. Szóval Mark baseball ütőkkel akar beszélgetni velem. Nem, ki mondta, hogy beszélgetni akarok. Baseballozni akarok. Á, értem. Hát mi másrészt mindenki egy baseball ütőt, miről beszélsz? A férfiak módjára egy baseball meccsen fogjuk eldönteni, hogy melyikünknek van igaza. Igen, igen, ez... Mário mondja itt, és jó ötlet, hogy egy verekedés IRL stream az mondjuk nagyon ott menne. Igen, igen. Egy ilyen igazi Vidman versus Mark. Jót tenne a csatornánknak. Na közben Tomi itt az utolsókat rúgja, nagyon kíváncsi vagyok. Miért ugrasz ilyen nagyot? Ez ilyen, hogy ekkorát lehet mindig ugrani? Nem. Egy antigravitációs. Itt meg fog halni. Meg bizony. Meghalt. Tomi nem jutott be, csak a top 5-be. Vagy top, nem még oda se. Nézd oda. Olyan teste van, mint az enyém. Hát a bajnok teste van. Pontosan ilyen baj. Ó, hát ez figyelj, most olyan, mintha én nyertem volna meg tulajdonképpen. Olyan, gyakorlatilag olyan, de mégis nem olyan. Várj, a szeme. A szeme az kék. A szeme az kék. Kék a szeme. Na hát akkor még egyet csapassunk, Tomi. Jó, viszont akkor ugye most nem változott a kód, tehát... Jó, most nem változott a... Ja, igen, tök jó, akkor nem is kell... 181. Akkor ugyanaz a kód, még egyszer bemondod, hogy az itteni egy kis hajjá. Igen, Q betű, T betű, 181. Igen, Q, T, 181. Köszönöm Skull, köszönöm Rauko, meg Pausi, neked is. Gyertek. És indulhat egy fogadás is. Ebben a pillanatban nem is indult. Kéne már egy Team Mark győzelem. Kéne már? Mindent meg fogok tenni. Hát nézd, a szeretet lángja ég, ugye? Minden adott. Használd ki. Most már ég, ezt én is látom. Sőt, Mark, segítek. Nem, várj, ez túl veszélyes, amire készültem. Már nem legális. Már nem legális, aztán mindenit. Az én gyertyám viaszából akartam átönteni a te gyertyádra. Csak nem tudom, hogy ez... Mik mennek? Talán már túl perverz, nem tudom. Na de indíthatod szerintem, Tomi, 56-an vagyunk, és győzni akarok. Győzni akarok, izzik a vérem. Igen, nem lehet szavazni. A fogadással valami probléma van. Nálunk működik. Elkészült a fogadás, de tényleg nem lehetett szavazni, de újra kezdték. Nagyon köszi. Skull, ha te csináltad, hanem akkor Mario, vagy Tomi. Ja, Tomi, most Tomi indította újra, nagyon szépen köszönöm. Menjen azért? Induljon? Várj egy picit. Indulhat, igen, az elején úgyis. Jó. 40 másodperc van a vége, addig pont elkezdődik, tökéletes. Jó, rendben. Nézem, hogy 400 000 csatornapont. Nem tudom, nálatok mennyi szokott lenni egyébként az ilyen teljes fogadásnak az értéke? Hú, változó, nem tudom, de most ha jól látom, akkor olyan 290 körül vagyunk. 290 000 pont. Ti nem adtak bele mindent akkor ezek szerint. Hát ugye itt megfontoltan forgatják a csatornapontjukat a nézők. Nálunk 800 000-et is elérjük. Most lépte át a 800 000-et, úgyhogy ebből látszik, hogy azért ezen a csatornán hát
hogy fogalmazzak, hát tökösebb nézők vannak. Nézd, lehet így is fogalmazni, de ha jobban belegondolunk, akkor szerintem meggondolatlanok. Szóval mi a hosszú távú befektetések hívei vagyunk, úgy pörgetjük meg a csatornapontokat. Meglátjuk. Szóval nem, gondolom nátok, hogy Elon Musk Twitterén lógnak a nézők, és minden tweetje után adják, veszik a Dogeba, Bitcoin, meg a Dogecoin, de nálunk engem. Mi nem hiszünk az ilyen manipulálásnak. Okosan. Ilyet manipulálás nem támogatjátok, hát tudjátok. Mi viszont gazdagok leszünk. Jó, nyugodtan. Hát én nem állok az utatokba. Majd a Lamborghini szalomban manipuláljuk a különböző extrákat. Már közben most nagyon koncentrálok, mert nem szeretnék kiesni az első körben, és nagyon rosszul indultam, ezt bevallhatom. Mindegyik ajtó szar. Nézzétek egy már, mi történik? Mi van itt? Ott vagyok itt a Niagara. Oké, nem lehetett átjutni a tömegen. Yes, bejutottam. Te is? Bejutottál, Tomi? Most azt hittem, hogy nem jutottam be, mi? De bejutottam. Milyen pillanatban még azt is hittem, hogy én sem jutottam be, mert így furcsán kiírta, hogy round over. Megijedtem, de nem, bejutottam, és akkor te is. Megy tovább a nagy Bidman már küzdelem. De nézzük, mi lesz. Érzem most ezt a játékot. Profakira azt jönnálunk, hogy a csatornapontokat át kéne nevezni Babcoinra. Jó, ez nagyon tetszik. Sőt, indítsunk már egy kriptovalutát. A Babcoint. Kéne egy jó kis Babcoin. Valahogy beszervezzük Elon Muskot, és akkor megpörgetjük. Nem örülök ennek. Voltam már ezen a pályán, és nem, pont ami látszik a képen, ezen nem tudok átmenni. Ó, írja, hogy Vidmennél, Vidmenre szavaztam, nálad pedig rád. Na hát ez a legszebb dolog egyébként. Minden csatornán a készítőt kell támogatni. De azért ajánlom az ottani nézőknek is, hogy a Team Marknál azért lehet pénzt keresni. Hát igen, mert olyan szorzók vannak. Igen. Na jó, nézzük. Így nagyon tiszteletlen volt a Team Markkal. Nézzük, hogy mit tudunk neki mutatni. Úr, és úgy mentem át. Elsőként vegyek át, nem hiszem el. Hallod, arrébb lökött egy bab. Úristen, ez lehet, hogy ez sokba fog kerülni. Nagyon jól kezdek, legelső vagyok. Viszont hát itt egyszerűen nem fog tudni átmenni. De sikerült, jó? Nagyon jó. Akkor most már csak erre kell figyelni. Ne! Osta, milyen pörgött? Jaj, ne, leestem! Ezt nem hiszem el. Ezt hogy? Ott a kettő, az hány van ebből? A nagy lábmasszázs röngök. Igen. Már gyerünk, nem érek rá. Mi? A türelmetlenség tényleg itt a legnagyobb hiba, de nagyon nehéz nem türelmetlennek lenni. Hogy roha... Ja, hogy itt... Hú... Jó! Srácok! Ne, elkaptak! Jó, bejutottam 14-ként. Tomi, látom, hogy még küzd. Nem lett meg. Kirántottak! A zöld tesztbábú kirántott. Na mindenit. De bejutott ő is, most látom. Megállnak. A cél előtt, hogy beráncsanak. Ez ilyen lelketlen emberek. Ez eddig a legerősebb menet egyébként, mert mindkettőnk két körön tovább jutott. Lehet, hogy itt a döntőben fog kiderülni, hogy melyik csapat nyer. Ki lesz a korona? Az izgalmas lenne, de ezt a zöld mintás babot. Itt is látom, hogy az itteni cseten is megy a találgatás, hogy a csatornapontokat hogy kéne elnevezni. Pamfillér, pampengő. Pampengő, ez már majdnem pampő. Mit kell itt csinálni? Pampempő. Ugrálni. Ne hagyd, hogy lelökjön a pörgettyű, és néha lefognak, vagy nem tudom, itt azt mondom, leomlanak majd platformok is. Ez rohadtul nyomasztó ez a pálya, főleg úgy, hogy alul most már három propeller van. Szerintem én még ezen nem mentem így, hogy három propelleres verzió. Hogy megy ez?
melyik szín fog leesni, azt honnan lehet tudni? Hát én fog leesni mindjárt. A Wipeout. Tessék? Hogyha elkezd remegni. De lehet, hogy nem fog most leesni, nem tudom. Jaj, ne, nagyon... És elájult az emberem, és itt tolódik. Ja. Ne, leestem! Ez a vég. Vége, meghaltam. Ez rohadtul, ez ennyire nem volt nehéz eddig. Látszik is gyorsan kiporítottak. Ez nagyon nehéz volt, viszont sajnos ez... Elájult az emberem is, hogy tolta egy ideig. Ez Team Widman. Bocsánatot kérek mindenkitől. Ez Team Widman. Márki, ez a legkönnyebb pálya, írja demokratikusabban. Hát annyira nem tűnt annak. Nem, ez nem volt az valóban, mert tehát nem szokott alul három darab ilyen pálcika lenni. Most a te tiszteletedre úgy... A purgatórium. Húha. Sikeresen leírtam magam, leittam magam. Lassan 4 óra bande is írja. Igen, szerintem a következő lesz az utolsó menet amúgy. Ja, de ezt ja, még ja. Játsz végig Tomi, és akkor utána egy mindent eldöntő végső küzdelemre invitálok majd téged. Na jó. Na, hú, a galambot láttatok, hogy rám indult? De kijátszottam a galambot. Jó. Na most Tomit látjuk, én neki szurkolok, hiszen ha már nem vagyok a versenyben, akkor mégiscsak ő győzzen. Aha. Ja, hogy ez így működnek, értem. Ez úristen, a rohadt életben, nagyon rossz ez a pálya. Ijjajjajjaj, elkapta. Elképesztő. Elképesztően nem értem, hogy mit akar. Elképesztően nem mit akar. Értem, megy egy kicsit messze, beljebb, na mindegy. Ő tudja. Aha, jó, elég jól halad. Ez a purgatórium hű a nevéhez. Nézzük, küzd. Nagyon szép, le a kalappal. Még a hippie az jobban megy, mint te. Jaj, ne! Majd ez nem sokan múlt. De hát miatt úgy mentem, mint az állat, és még így is utolért a pempő? Hát ez szörnyű. Hát ez megalázó. Ez elpú... Én nem is látom ilyenkor, mi történik, de hát a pempő utolért. Pempő, igen. Igen. Ez a hivatalos megnevezése. Hát ez nem igaz. Hát... Nagyon érdekes. Ez valóban eddig egyébként ez volt a legjobb teljesítmény, amit nyújtottam ezen az új pályán. És úgy látszik, még ez is édeskevés. Elszomorító. Édeskevés. Na hát viszont akkor egy utolsó pályát, ami kérlek szépen kreálj, és... És hát most utolsó fogadása lesz a mai streamnek, hogyha mindenki jól gondolja meg, hogy Team Widman vagy Team Mark, az előző pár körből kiindulva Widman most jobban formában van, de lehetséges, hogy comebackelek egyet itt az utolsó pillanatban. N-A-B-P-L. Én már ott tart. Várjál, én még néztem itt a játékosokat. Nab Pölö. Mondd még egyszer, kérlek. N-A-B-P-L. Nabpölö, bizony. Nabpölö, gyertek minél többen, mindjárt indul is. Mert Terminátor ír egy ilyet, hogy ezt most látjátok? Csak azért, mert a hajóról vagy, mert hajóról vagyok mobilnettel, és néha elmegy a térerő. Milyen hajó vagy, Terminátor? Jó, a Terminátor tud élni. Az űrhajón? Éppen most fognak visszaküldeni? Te a jövőből írsz? Lehet, hogy a Seychelles szigeteken nyaral éppen, és gondolta, hogy a jachtján benyom egy kis Twitch streamet. Úristen, lehet, hogy a csatornapontokból szedte meg magát. Ja, hát igen, hát átváltotta őket forintra, hát az ilyenkor ilyen. Garrison 25 ezeret rám tett, nagyon köszönöm Garrison. Gareget viszont 34.500-at Team Widmanbe. Hát nem tudom, hogy jó döntés volt, de mindjárt kiderül. Shermond 30.200 ponttal all-in ezett szerintem Team Markra. Köszönöm Shermond. Remélem, hogy megduplázódik ez nem sokára. Na, még egy picit várunk aztán. Igen, gyertek gyorsan. Szerintem még egy fél perc van talán, amikor lehet csatlakozni. Hát, ez attól függ. Jó, fél perc a kód az Nabpölö.
Valaki ennyit írt, hogy szegény Mark. De miért? Hát Mark szétalázott, nem kell sajnálni szerintem. Hát ez elején, de az elmúlt pár körben nagyon gyengén teljesítettem, de ez most változni fog. Ugye első játékhoz képest így is megalázó. Rám nézve. Nem a legelső játék, ugye, de nagyon kezdő a helyzet. Na, szerintem mehet, ami mit szólsz, 51-en vagyunk. Itt az idő, indítom. Elég időt mindenkinek. Majdnem bab a kód, írja Cubeman, és igaza van. Tényleg. Egy betű kéne, és bab. Na, indítom. Valaki azt írja, hogy végre crossplay a game, ez azt jelenti, hogy be tudtok csatlakozni konzolról is. Az mondjuk szuper lenne. Ó, az tényleg kire lenne. Meg tudja erősíteni valaki? Songi azt írja, én rátettem az összeset, egy picit kezdem megbánni. Jaj ne. Csongi, kérlek, bízz bennem. Jaj, utálom ezt a pályát. Ez a te purgatóriód, közben írják, hogy igen, van crossplay. Na, ilyen volna. Az jó, amikor egy játékba ezt betolják. És nem vagyunk limitálva a platformhoz. Na, az király, akkor tényleg mindenki tud csatlakozni. És megnézném, hogy otthon a kanapén ülnek emberek, és... És csapatják itt velünk. Ú, de milyen nehéznek tűnik ez. Mi ez? Ja, itt viszont más, ha itt nem ilyen hátmasszás cuccok vannak, ennek örülök. Már ott a végén vigyázott a felnyíló szarok előtt, most ha jól láttam, ilyen földbe rejtett boxkesztyűk is vannak, amik elrepítenek, vagy valamiket ott oda lehelyeztek, hogy még jobban... Hát mi? Mi? Jó, nagyon jól kezdtem. Harmadikként... Szörnyen kezdtem. Majd ne! Irtó rosszul folytattam. Amilyen jó volt a kezdés, olyan arról... Ne! Mekkora hiba! Na jó, ez nem lehet itt tovább. Az állom vert! Ja. Jó, megyünk. Megyünk. Az utolsó körben muszáj egy teammarkot hozni. Mi történt, Tomi? Szörnyen kezdtem már. Igen. Tessék? Szörnyű vagyok. Szörnyű? Igen, akkor és még fogdosnak is szörnyű vagyok. Minden adott arra, 11-ként hogy... bejutottam 11-ként. Hát Tomi, igen. Küzd! Látom, Tomi, már gyorsan meg is keresem. Itt van ő, Tomi. Már csak nagyon kevés hely van, de úgy nézem, hogy be fog érni. Jaj, ne, ott van a rohadék. A tesztbábú. Beért. Beért. Hú, ez nagyon-nagyon nyomasztó. Jó, nem baj, menjünk tovább. Ez így jó, hogy az utolsó kör az nem csak egy... Az utolsó menet az nem csak egy körös, hanem menjünk tovább, epikus. Nem is értem, az a leány, az hogy a francba tud 5-8 órákat streamelni ebből a játékból? Ez hihetetlen. Tényleg fárasztó. A stream után meg fogom nézni, hogy lehet, hogy őt fogom megrédelni, hogyha online. Na, akkor azt mondja, de ő magyar? Nem. Ó, nem. Ja, ó. De már nemzetközi berédelsz, ez hát profi. Hát most ugye a Fall Guys közösség, tartson össze. Persze. Na, nem voltam még ezen a pályán. Mit kell erről tudni? Ja, itt a karikákon kell átugrálni, azért kapsz pontokat. A legvégén pedig ilyen céltáblaszerű cuccba kell beugrani, de ne aggódj, ha leesel, akkor a pontjaid megmaradnak, és... Akkor mi van? Azt pont nem hallottam, ha leesek. Semmi, akkor újra életsz. Csak az a lényeg, hogy minél ugye az ezüst karika, bronz karika, meg arany karika van, és nyilvánvalóan minél nemesebb, annál több pontot ér, és 22 vagy 15 pontot kell összeszedni. Ja, itt nem az idő számít, hanem nem. A pontok, értem. És megint rám ment, mi a neve neki. Jaj, ne, írtózatosan rosszul kezdtem. A Shoot Klumpi egyből rám markolt. Én ezt a pályát amúgy gyűlölöm. Jó, nagyon jó. Ne. Egy pontot ért, amikor bementem egy ilyen tök menő cuccba. A színe. Lehet, hogy bronz volt. Ja, nem jó a bronz, jó. Jó. Ez a két pontot ért, hát sokkal többen nem megyek. És hogyha itt a legvégén, szóval hol újraéledek, hogyha a legvégén beugrom? Aha. Most egy pont híra vagyok. De nem. De ez nekem régen nagyon ennyi rossz. Ennyi ember beér? Nehéz.
Ez már. Most ilyen sárga szivacsok közt vergőt? Igen, igen, az jó, én vagyok. Ott középre, aranyba. Ott van! Mennyi még kérlek, nem hiszem el, még két pont kellene. Ú, pedig az szép volt. De ez hogy működik? Oh, Istenem, ha jól csináltad, érdek. Két pontnyira voltál. Csak egyszer ugrottam be a végső körbe, abba is többször bele lehet. Na. Többször, igen. Hát van végérsz. Közben nem, az írtó sok. Charminak köszönöm az 5 hónapot, köszi szépen. Hát igen, lassan fél év. Hát skacok, bocsássatok meg, ez a vége, ez sajnos... Hát a Team Widman volt, lehet megint. Igen, bár nem érzem most ezt fairnek, mert te most voltál először ezen a pályán, és én nekem az első, emlékszem, amikor 3 alkalom vagy 4 alkalom, amikor először kidobta ezt a játék, nem tudtam tovább jutni, úgyhogy... Nem baj, nem baj, ilyen ez a dolog. Ezt szerintem mindenki beleszámolta, amikor fogadott, hogy én kezdő vagyok. De köszönöm mindenkinek, aki támogatott. Tomi 2220 is írja, hogy szép volt azért. Köszönöm, szép köszönöm. Volt. Tényleg az végén Tomi... az arany gyűrűbe beugrásod, az 10 per 10. Köszönöm szépen, köszönöm. Arra én is büszke vagyok, bevallhatom. Az szép volt. Na. Gabby Gamer itt minden pontját elvesztette, Szabolcs is mindig rosszul szavazott. Hát bocsis kacok, ez ilyen. Tudjátok, jó lesz szerencsejáték. Az életre nevel. Ez a Twitch csatornapont szavazás. Vissza lehet szerezni, ne aggódjatok. Garrison is írja, megfeleztem ma a pontokat, de majd holnap. A szivacs! Jó, még most szurkolunk Tominak, és hogyha ő is befejezi, akkor utána itt válaszolok majd pár kérdésre, meg kérdezzétek, hogy mi a szitu a holnapi streammel, meg ilyenek, de azt majd, amikor Tomi befejezte, most szurkoljunk. Hajrá, hajrá, hajrá! Jesszusom! Szellőztető. Jó kis... Megvagy, meg. Nagyon jó, szép. Kiszellőztettük a tollaimat. Tomi tovább jutott. Tovább, hát, hú. Na most már akkor menj el a döntőig, sőt, egy koronát szeretném, ha nyernél. Az a minimum. Hát ezt én is szeretném így a végére, nem lenne rossz befejezés. Hát, az esélyeim azok. Nem. Márk egyébként a gyertyádat, mi legyen a gyertyáddal? Elfújjam, vagy még maradjon? Majd még egyszer elment a hang. A gyertyádat azt gondoltam, hogy még elfújjam-e, de vagy inkább maradjon még stream végéig. Hátra nekem is segít. Szerintem majd a végén fújd el. Hát egy kis erőt ad neked. Igen, néha beakad a mikrofonod, ezt írja itt Ákos is. Hát a Discord néha levágja egy kicsikét a mondatot. Hát remélem, hogy a Discord és a streamen nincs gond. Szerintem nincs. A streamen nem szokott lenni. Általában úgysem fontos, hogy mit mond, úgyhogy nem is, nem is probléma. Na, itt ő, Tomi, nézzük. Ez egy ilyen óriási libikók, ahol lövöldöznek rád óriási fánkokat, meg mágneseket? Azok csavar anyák voltak egyébként, szóval a műszaki ismereteid kicsit hiányosak. Miért? Hát az nem csavaranya volt, amit én láttam. Ja, ez, ja! De a fánk az mégis csavaranya volt. Ugye? Bocsánat. Ezek pedig maga kontrollerek, ugye? Ja, igen, maga kontrollerek. Ijjött, az necces volt. Szerencsepatkó. Három embernek kell még meghalnia, hogy végre jön a fordulónak. Van egyébként időlimit is. Hoppa, nagyon gyorsan kikopott a mezőny. Van időlimit is. Köszi Kristóf, azt, hogy a streamen minden oké, úgyhogy csak a gyengi minőségű pamkutya live-on vannak technikai gondok. Ez... hozzá kell tenni, a pamkutya live-ok a legmagasabb minőségen üzemelnek. Ugye van külön streamer gép, ne felejtjük. Robszky, kérdezik, hogy ki az a streamer lány, akiről beszéltem, belinkeltem a csatornáját. Aha, Parma Jana. Igen, Parma Jana egy... Ja, és döntő közben itt. Na, döntő, az a lány az elképesztő. És ő mindig nyer gyakorlatilag? Hát nem mindig, de 1000 korona fölött jár, úgyhogy. Vagy 1000 win. 1000 korona, az kemény. Ja, már megint rosszabb mutatok, megkeresjük Tomit, ő itt Tomi. Hajrá. Jaj, ne, ez a... Tagamarántam a pokolba. Azt a zöld rohadékot. Ura, biztos, hogy pamkutya néző. Nem hiszem, a pamkutya nézők... A fajtársai, a galambok. A galambok is.
rám nyúlnak. Egyelőre jó haladsz, egyelőre jó haladsz, azt kell mondanom. Próbálom lerázni. Drága jó ember. Szerintem meghalt. Ja, nem, most rohanna felé. Szerintem le akar rántani. Nézzek, le is fog. Halálba? Aha. Kíváncsi leszek, mi lesz a vége. Na, itt csak egy marad életben, ugye? Itt egy, aki mindent visz, úgyhogy ez izgalmas nagyon. Tomi nagyon, ez már az utolsó szint. Itt nagyon kicsin fog múlni, hogy ki éli túl és ki nem. Uram a Isten. Még túlélte, és nem. Tomi nem nyerte meg a döntőt. Meglepő. Most sincs koronája. Meglepő. Még most sincs. Végül kiderült, hogy ez a mezőny ez erősebb, mint az online, a random lobbikban. Hát ez bukó. Viszont lehet, hogy a zöld megnyeri, aki le akart rántani téged. De hát ez... Akkor valószínűleg pamkutya nézi, most már lehet. Hát ez... Most már is ugyanom. Nagyon, na gratulálunk akkor a zöldnek, bár nem volt sportszerű a rántás. Mi a streamnek a tanulsága? Mert mi? Hát, hogy ilyen ocsmány viselkedéssel is sikeres lehet. Sőt. Jaj, ne. Taposs el mindenkit. Tényleg. Gázolj át másokon. Ezzel köszönünk el tőletek. Ezt vigyétek magatokkal. Bizony. Ezt tanultuk ma. Na, aztán nagyon készítom egyébként, hogy beszippantottál ide a Fall Guys világába, és hogy mentorként tanítottál. Jó volt, neked nagyon tetszett. De még gyakorolnom kell sokat, és aztán majd még küzdünk. De jó voltál már az a helyzet. Sajnos ettől féltem. A véredben van. A véredben vannak a babok. Erre születtem. Köszönöm szépen ennek. Sajnos jó volt. Köszönöm szépen. Ugye 4 óra van, úgyhogy nem tudom, te folytatod-e, de én most menni fogok. Csak még kicsit beszélek itt a többiekről, úgyhogy majd Discordról most lelépek, és akkor legközelebb folytatjuk. Jó. Köszi. Na, köszi, sziasztok, pamputya nézők, köszi, hogy itt voltatok. Hello. Vidmen nézők, én is, köszi, sziasztok. Hali. Hát ketten maradtunk, Márk elment. Hát ez kemény volt. Hát komolyan mondom, hogy lefáradtam. Ennyire még nem is szívott le szerintem korábban Fall Guy stream. Na de jó volt. Köszi mindenkinek, aki becsatlakozott. Lesznek még ilyen alkalmak, ilyen közös játszások. De tovább kell robognom a koronám felé, úgyhogy majd váltogatjuk. Lehet, hogy egy olyan Fall Guy streamek lesznek, ahol fele közös játék, fele pedig publik. Ilyen többször is lesz, remélem. Majd beszélek Márkkal, meg kikérdezem, hogy hogy élte meg. Mennyire élvezte. De szerintem élvezte, úgyhogy szerintem nyitott még az ilyen közös babozásokra. Nem volt ilyen hosszú stream? Mi? Volt? Már volt 8 órás stream is, Zozó. Egyszer, bele is haltam, de... Jaj. Hát én is köszönök elfele, úgyhogy nézem már, hogy kitrédelhetnénk meg. Megrédeljük gyorsan Márkot. Annak sok értelme lenne, ne?